egyszer Miskolcon a kezembe nyomta egy fiatal ember, aki Grazban tanul. Itt ő valószínűleg ismeretlen, hogy neve nem fontos, hogy elhangozik. Lényeg az, hogy még annyit suttogott hozzá, hogy ez egy nagyon izgalmas történetírói munka, amelynek a lényege az, hogy Nagy Károly mint olyan nem létezett. Tehát mind történelmi személy, Nagy Károly nem létezett. Jól tetszett hallani. És az egész Karolink kor egy kitalált történet. Na most ilyenkor mit csinál az ember? Hát nyilván ugyanezt, mint a jelenlévők nagy része, elkezd vigyorogni, hogy persze, én meg a római pápa vagyok, és krokodilnak születtem. Tehát lehet végül is dolgokat jópofán elmagyarázni, és ahogyan leírja ennek a könyvnek a szerzője, Heribert Illignek hívják, ahogy leírja az előszóban, tényleg, amikor publikált először ezt az írását, még akkor más címen, más részletövetséggel, akkor csak ennyit reflektált rá a szakmai sajtó, hogy na van végre egy új demikenünk. Most éppen a történettudományban. Annyira képtelenség megtűnik. Most egyszer valamelyik előadáson, meg is tudom mondani, hogy melyiken, itt, az első padban ült egy hölgy, aki föladott nekem egy könyvet. Nem tudom, most itt ül-e, mert be kell, ja, itt van, igen. Csak akkor az első sorban ült. És föladott nekem egy könyvet, itt van a kezemben, ebből láthatja, hogy megbecsülöm. És a következő van beleírva, ugye nem baj, hogy be felolvasom. Tehát azon beleírva, úgy néz ki, nem csak nálunk hazudnak. Egy ilyen előadásom volt, tehát a 11. parancsolatcím. Mégpedig az áprilisén. És akkor hát van egy rövid kedves beírás, és aláírás. Nóthaft Zsuzsa. Na most, aki tud németül, az tudja, hogy itt beszélő névről van szó. Nyilván ő maga is tudja, mert rám mosolygott, amikor végigolvastam itt. Hát a Nóthaft azt jelenti, hogy szükségszerű, legalábbis az egyik jelentésében ez. Na most ebben a pillanatban leesett egy tantusz, ezt a témát nem fogom tudni megkerülni. Ugyanis valahonnan már akkor ismerős volt ez a cím, és ahogy hazamentem, rögtön elkezdtem, hogy mit kezd el az ember olvasni, ezt a hátulsó borító szöveget. És akkor vált ismerős, hogy én ezt már olvastam valahol. És ami velem szinte soha nem fordul elő, benyúltam a könyvespolcra, és egyből megtaláltam az előzőt. Ez egyébként hetek felesleges munkája, miután nem szoktam megtalálni. Egyből, benyúlva, megtaláltam, összehasonlítottam, kiderült, hogy ugyanarról van szó. Na most ez az a pillanat, amikor az embernek tudomásul kell venni, hogy a téma keresi őt, nem én keresem a témát. Tehát ezt nem lehet átlépni. A lényeg az, hogy ennek a könyvnek megvannak a maga előzményei. És most nagyon szigorúan tartom magam a vázlathoz, mert különbözőnek kicsúszunk az időből. Két kutatási vonulat ér ugyanis össze Illignek ebben a munkájában. Még egyszer mondom a címét, de azt mondom, amit látod. A kitalált középkor. Ebben a műben, ahogyan ő a bevezetőben ezt szépen végigköveti, két kutatási vonulat találkozott, és ő maga figyelmeztet rá, hogy ez egy egészen rendkívüli pillanat volt. Az egyik az az időszámítás történetének a menetén került be a képbe, a másik pedig a hamisításoknak a története mentén. Mind a kettővel éppen abban az időben foglalkozott, mind a kettővel olyan értelemben, hogy a középkor föl sem merült. Tehát ő időszámítási kérdésekkel is, meg hamisítás kérdésekkel is foglalkozott, de elsősorban egyiptomi, tehát ókori témák kapcsán. Ott figyelt föl bizonyos dolgokra, publikált is ebben a témakörben, mégpedig már is mondom, egy olyan folyóiratban, amit ő alapított, és mindjárt az elején egy munkatársi gárdával dolgozott benne. Ez akkor még ilyen címet viselt, 1989-ben indított el, hogy Vorzeit, Frühzeit, Gegenwart. Tehát azt jelenti, hogy előkor, korai idő és jelenkor. És ebben még mondom, elsősorban ókori témákkal foglalkozott. Na most a kora középkori hamisítások, az tulajdonképpen egy konferencia kapcsán kerültek bele a látóterébe. Egy nagyon híres hamisításokkal foglalkozó történész, ez a bizonyos Horst Burman,
1986-ban egy konferenciát, tehát jóval előbb még, mint ahogy ez a folyóirat elindult, egy konferenciát a következő szöveggel zárt le. Azt mondja, miután megint egy pár írásról a középkor derekáról kiderült, hogy hamisítvány. Mi ezeket a híreket ugye elolvassuk valamelyik újságnak az utolsó előtti oldalán, tudom én két striptíz nő között, meg tudom én három újságtán között, tehát ezek teljesen kimaradnak a tudatunkból. Azt tudnék, hogy milyen arányban fedeznek föl jelenleg hamisításokat. A Karolin korra vonatkozóan például 1986-ban következő az adat. 270 úgynevezett Nagy Károly okmányról tudunk, és ebből már 1996-ig, tehát ez most már nem 80, hanem 96-ig, amikor Illig ezt publikálja, már 101-et hamisnak minősített a tudomány. Tehát 270-ből 101 hamis. Most erre már azért föl kell tenni a kérdést, és ezt minden szaktudós egyértelműen elismeri. Most itt föl kell tenni a kérdést, mi a hitele egy olyan történetkutatásnak, amelyik a saját történetének tetemes részében körülbelül fele arányban hamis adatokkal dolgozik, arra épít föl történelem koncepciót, és ami ennél is veszélyesebb, ennek alapján tervez nekünk jövőt. Már idestova felénél tartunk ugyanis a fönnmaradt összes adat esetében, amiről egyértelműen kiderült, hogy hamis. És hol vagyunk még akkor a folyamat befejezésétől? Na most ennek a ez egy konferencia volt, ennek a zárszavát Horst Fuhrmann tartotta, és egy nagyon érdekes, figyelemre méltó megállapítást tett. Azt mondja, a hamisítások, amelyek olyan nagyon híresek, és amiket hát többé-kevésbé azért már korábban felfedeztek, egy közös jellegzetességet mutatnak. Ezeknek a hamisításoknak az időpontját általában pontosan tudjuk. Tehát tudjuk, hogy mondjuk 294-ben hamisítottak egy adatot. Igen ám, de a felhasználása, amikor először használják ennek a hamisításnak az eredményét, az nem akkor történik, hanem átlagosan 300 évvel később. És valamennyi ilyen fontos hamisítás, de felsorolja most után, itt nem szakemberekből álló gárda van, én nem fogom egyenként felsorolni ezeket, a könyvben benne vannak részletesen. Tehát figyelemre méltó mondja ő, hogy honnan tudhatták mondjuk 284-ben, hogy 584-ben mik fognak történni. Hogy annak az érdekében hamisítsanak. És azt mondja zárszóban, hogy engedjenek meg neki egy játékos ilyen konklúziót, következtetést, azt mondja, hogy két eset van. Többről nem lehet beszélni. Itt vagy minden hamisító proféta volt, tehát pontosan tudta, hogy 300 év múlva mi fog történni, vagy valami gond van az időszámításunk körül. Most ennyit mert megfogalmazni egy szaktekintély 1986-ban, 88-ban pedig ezt a konferencia jegyzőkönyvében írásban is közzétette. És ez volt az egyik indítéka Herbert Illingnek. Leírja még ő, de Horst Fuhrmannra hivatkozva, hogy nem szokás hamisítani raktárra. Tehát ilyen nincs, hogy én fele hamisítok dolgokat, majd csak eljön az az idő, amikor használni fogják ennek az eredményt. Ilyen nincsen. Tehát minden hamisítás azonnali célra törő. Hát művelet, ami azt jelenti, hogy azonnal kell a hasznát lássák, vagy megsemmisítik, mert semmi értelme nincs. Most mi volt a második vonalat? Előre bocsátom, a második vonalat önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy Herbert Illig fölállítsa ezt az időcsúszás elméletét. Ez pedig, mint említettem, az időszámítás történet, tehát naptár történet. Azt tudjuk ugye, hogy a Gregorián naptár revízió
az 1582-ben történt 13. Gergely pápának parancsára, vagy utasítására, és 1582. október 4-e után mindjárt október 15-ét iktatott be a naptárba. Tehát 10 napot korrigált. Miért volt szükség erre a korrekcióra? Zárójelben megjegyzem, hogy ezt a római katolikus világban vezették be. A reformáció egy darabig még nem vett róla tudomány, de meglepően hamar átvette. Tehát gyakorlatilag a nyugati világ az nem sokkal a bevezetése, kihirdetése után már ebben az időszámítási rendszerben számol, mai napig is. És mert a keleti egyház nem vette át, ebből adódott az a furcsaság, hogy a nagy októberi szocialista forradalom az november 7-én történt. Már ennyit elcsúszott október 25-ét, mi itt november 7-ének írtuk, ők pedig még akkor a régi naptár szerint október 25-ének. Nem téveztem őszül, október 23-án. Tehát ez a csúszás ugyanis a Julián naptárhoz képest történt. A Julián naptár a nevét Julius Caesarról kapta, mint az ismert, és ő pedig Krisztus előtt 45-ben vezette be, amikor is egységesítette az addig teljesen heterogén és különbözőképpen történő időszámítást. Na most, miután nem volt pontos az ő korrekciós metódusa, tehát keveset korrigált, tehát elcsúszott a tényleges időtől az, amit számon tartottak. Ez mit jelent? Az, hogy hiába volt a nappal egyforma hosszú, mint az éjszaka, még nem jelzett a naptár tavaszi napi egyenlőséget. Most miért olyan fontos? Hát azért, mert a középkorban a tavaszi napi egyenlőséghez számították a húsvétot. És akkor még a húsvét kiszámítás az nem mellékes dolog volt egy társadalom életében, hanem a legfontosabb dolgok egyike. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elcsúszott a napi egyenlőségtől a naptári adat, akkor azzal az egész ünneprend csúszott. Ugye, mert mozgó ünnep lévén valahova le kell horgonyozni, ez a tavaszi napi egyenlőség volt, mai napig is ott horgonyozzuk le. Na most ez a folyamat nagyon jól utána számolható. Tehát mindig is mit mond, számítógépek korában élünk, nézzük meg Krisztus előtt 45, adjuk hozzá 1582-t, hát én most fejben nem fogom kiszámolni. Lényeg az, hogy ennyire vonatkozó, tehát ennyi évre vonatkozó csúszást kell korrigálni. Pillanatok alatt kidobja a számítógép, 13 napot kell korrigálni. 12,7 napot. Most ehhez képest a pápa 10 napot korrigált. Most ez önmagában még nem lenne tragédia, azt mondjuk, jó, hát akkor nem volt pontos számításra lehetőség. Most az egyik az, hogy ekkorát nem lehet tévedni, tehát ezt felejtsük el. Másik pedig nem ez a gond, illik is hangsúlyozza. Az a gond, hogy pontos a naptár. Nem tudom, érthető-e. Tehát 13 nap helyett csak 10 napot korrigált, és mégis pontos a naptár. Semmi baj nem lenne, hogyha azzal 3 nappal csúszásban lennénk. De nincs csúszás. Ez pedig egyetlen módon képzelhető el, hogy az ennek a 3 napnak megfelelő évmennyiség soha se történt meg. Hűvileg van beiktatva. Nem tudom, követhető-e. Ez egy rettentő fontos tétel. Na most, természetesen illik nem egy-két nap alatt jött rá erre, és főleg azonnal utána nézett, ez nem létezik, hogy erre az időszámítással foglalkozó tudósok rá ne jöttek volna. Hát ha mások nem, akkor a csillagászok, azok közt még akad azért gondolkozó fej. Tehát tényleg rájöttek. Na és mit tetszik gondolni, mivel magyarázzák? Ez tényleg olyan, hogy ezek után semmiféle nemzeti kisebbrendűségünk ne legyen, mert még nekünk se hazudtak ekkorákat. Tehát majd rá fogunk jönni, hogy hát valahol itt vagyunk azért a gyökerénél a hazugságoknak. Tehát mivel magyarázták, azt mondja, nem Krisztus előtt 45-ig korrigált a pápa, hanem a níciai zsinatig. Most erről mindenki elképed, hogy kéne tudnom, mikor volt a níciai zsinat, már mindenki szégyeli magát, és nem is gondolkozik, hogy hát ez egy blöff.
Hát miért a Nicea zsinatig? Hát miért nem Napóleon trónra lépés? Hát mi köze ennek a kérdéshez itt? Itt egyszerűen arról van szó, hogy egy felgyülemlett hibát kell korrigálni. Most tudjuk, hogy mióta gyülemlik föl, mi köze ennek a Nicea zsinathoz? Az égvilágon semmi. Ráadásul volt olyan alapos, én biztos nem lettem volna ilyen alapos, mert nincs ténylegesen köze a kérdéshez, de volt olyan alapos, hogy utána nézett a Nicea zsinat aktáinak. Hát, ha legalább szóba került időszámítás, mint olyan. Szóba se került. Megvannak az aktái. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e. Ismerjük ezt az arcot. Megjelenik a televízión, mosolyog, és közli, hogy nem lehet a magyar szent korona, Szent István koronája, mert hiszen rajta van a paláston Szent István eredeti hiteles képe, és azon nyitott korona van. Tehát magyarul így szépen mosolyogva az arcunkba hazudik. Na most én innentől kezdve az akadémiánk elnökét fölmentem, mert kis Miska azokhoz képest, ennyire ne szeressék őt, tehát attól azért ő még mindig olyan, amilyen, csak azért nála nagyobbat is tudnak hazudni. És ugyanazzal a mosolyogós képpel így bele, csak most nem 2 milliónak, aki nézi a tévét, hanem mondjuk 200 milliónak, akit érint a kérdés. Tehát magyarán szólva, itt 300 évvel semmi módon nem tud elszámolni, se a történettudomány, se a csillagászat tudománya, se az egyház történet. Ez a 300 év, akarjuk vagy nem, mesterségesen van becsempészve a történet írásban. Nem a történelemben, mert sohasem történt meg, hanem a történet írásban. Na most ez ami a faktum. Ez a két útvonal volt, ami figyelmeztette őt arra, hogy valami gond van, és innentől kezdve gyakorlatilag ezzel a kérdéssel foglalkozik. Innen megint egy pár információ. Tehát ő is föltette, hát először hadd fogalmazzam meg az ő fő tézisét, ahogyan ő ebben a könyvben ezt leírta, szó szerint idézett következik. 1991. januárja óta a következő tézist képviselem röviden fogalmazva. Az európai történelemben a 7., 8. és 9. század művileg beiktatott időegységet képez. Ennek nincs semmiféle reális történése, úgyhogy maradék nélkül törlendő. Az előtte és az utána lévő időszakok pedig közvetlenül vagy csupán kis eltéréssel összekapcsolandók. A kérdéses időköz, folytatja még mindig ő, ekkori tudásomnak megfelelően, tehát 91-et írtunk ekkor, tehát a kérdéses időközt ekkori tudásomnak megfelelően pontosan behatároltam. A fiktív kitalált időszak 614. szeptember 5-től 911. augusztusáig tart. Egy ilyen precíz adatolást azonban csak a további kutatások fényében erősíthetünk vagy változtathatunk meg, eddig az idézett. Ez a 98-as könyvből való. Na most hozzáteszem, hogy 1999-ben már módosította ezt a javaslatot, nem sokkal, 614 mint dátum marad, de augusztus végétől javasolja a kimaradást, és az 911. szeptember elejéig, tehát az az időszak marad ki. Ez gyakorlatilag 300 év, egészen pontosan az ő számításai szerint ez 297 év. Na most az elmélet kidolgozására vonatkozóan még néhány adat, tehát 1989-ben a Forsyth-Hützer-Gegenwart és 91-től már benne az időcsúszás téma folyamatosan jelenik meg. Mindezt nem azért idézem, hogy most telerakjam a fejüket adatokkal, hanem hogy jelezzem, hogy mire az ember komolyan vehet egy elméletet, milyen hallatlan mennyiségű és minőségű tényanyaggal kell azt megalapozni. Nehogy már azt higgyük, hogy hasára ütött, és szeretett volna imponálni, hogy a kutatótársaink is kitalált valamit. Tehát itt 91 óta módszeresen ennek a feltárására gyűlnek az adatok, el is hoztam a
folyóiratnak, ennek a folytatásaként megjelenő Zeitungssprünge című folyóiratnak néhány példányát. 1995-től ugyanis megváltoztatta a címét ennek a folyóiratnak, és innentől kezdve Zeitungssprünge néven jelenik meg, időugrásoknak fordítjuk magyarra. Itt pedig nagyon kiváló munkatársai voltak, itt megint neveket mondanék, de csak nagyon röviden, egy Hans-Ulrich Niemitz, egy Angelika Müller, azért hát, ha ülnek közöttünk olyanok, akik történészek, és mond nekik valamit. Tehát megint azt kell mondjam, nem az utcáról érkeztek olyanok, akik minden áron fel akartak tűnni. Ezek nagyon jó nevek. Vagy Manfred Zeller. Ezek Erlangenből való. Aztán egy Gunnar Hansson Brémából. Aztán Christian Blöss, egy Uwe Topper Berlinből. Ettől már mind jelentek meg írások, tehát ezeket lehet ellenőrizni. Végül Illignek a vonatkozó munkája, aztán nem lesz további hasonló adatdömping. 1992-ben megjelenik egy nagyon csúnya nevű, de nem is tudom hol van ez a helység, úgy hívják, hogy Gräfröfing. Mindenesetre a második is, azt már nem fogom ismételni. Tehát hol van ez? München közelben, tudjuk, ő bajor, mert ez ki fog derülni a továbbiakból. Aha. Tehát ennek az a címe, hogy Karl der Fiktive, genannt Karl der Große. Na most ez akkora poén, meg kell mondjam, hogy én nem változtattam volna meg ezt a címet. A további kiadványokban sem. Tudjuk, ez magyarra fordítva így szól, Fiktív Károly, akit mi Nagy Károlynak nevezünk. Teli találat. Ha valaki ezután sem olvassa el a könyvet, az ilyenre, hogy kitalált középkor nem fog rámozdulni. Tehát ez volt az első könyve, és már ekkor, ennek a megjelenésekor elkezdődött ez a számunkra nagyon is ismerős foglalkozásmód, hogy na végre egy Deniken megjelent a történetírásban is. Aztán ilyen, hogy persze már megint a bajorokkal van baj. Ugye, tehát ehhez azért azt kell tudni, hogy a bajor azért nem egészen német, tehát azért ne degradáljuk nagyon a bajorokat, mert a bajor az emberszabású. Tehát olyan mértékig az, hogy teljesen megdöbben az ember, hogy mennyire nem illik bele a német összképbe. Se etnikai szempontból, se viselkedés szempontjából. És ezt ők nagyon pontosan tudják, nehogy azt higgyük, hogy mi raggatjuk rájuk ezeket a fene gyerek címkéket. Akárhol vizsgáljuk, bajorok szereplését, nem csak a történettudományban, mindig jön egy ilyen elvigyeztett ajak német részről, hogy ja, már megint a bajorok. Holott, ha valakinek ők köszönhetik, hogy egyesült mai állapotukban megmaradhattak a II. Világháború után, akkor pontosan a bajoroknak köszönhetik. Ugye, mert ha azok ki nem tartanak a német egység mellett, a legvadabb időszakokban is, akkor bizony ma nincs Németország. Azt várhatjuk, hogy mikor lesznek hallások nekik. Tehát a 1994-es kibővített kiadás még mindig ugyanott jelent meg, az már merészebb volt, de kevésbé blikfangos. Ennek ez volt a címe, Hat Karl der Große je gelebt, egyáltalán élt valamikor is, Nagy Károly. Aztán 96-ban jelentette meg először ezt a Das Erfundene Mittelalter, tehát a kitalált középkor című munkát, ezt már Münchenben. Most ez a mű 2000-ben már a 9. kiadásánál tartott. Ehhez azt kell tudni, hogy egy új kiadáshoz minimum 10 000 példányban el kell fogyni. Ezt németországi barátomtól tudom, tehát megbízhatónak tűnik az adat. Ez azt jelenti, hogy hát ez minimum 90 000, 2000. Na most közben megjelent 98-tól ugyanennek a zsebkönyv változata. Hát ezt mutattam elsőnek. Ez a kicsi. Ez azért is különösen érdekes, mert a címlapján egy olyan festmény van, amelyen Nagy Károlyt koronázza a pápa, de furcsa módon az a korona, amit a fejére tesz, egyértelműen a magyar szent korona. Sajnos a reprodukciónak nincs itt a szerzője, tehát nincs megnevezve, hogy kinek a festménye, és egyelőre nem is találtam meg. Tehát valahol ez a Moritz von Schwind köréből származhat, mert a stílus alapján egy ilyenfajta származást gyanítok, de hát ezt be kell bizonyítani, egyszerűen meg kell tudni. Ebben a segítséget kérni. Rendkívül fontos tételről van szó. Ugyanis ez az egy kép többet elárul a szándékról, mint nekem majd hosszú sok mondatom.
A 99-ben pedig megjelent a folytatása ennek a Kitalált középkor című könyvnek. Ennek az a címe, hogy Wer hat an der Uhr gedreht? Tehát ki forgatta át az órát? Tehát ki az, aki átállította? Ez nagyon lényeges kérdés, mert végül is mi elkövetünk minden nagy találmánnyal kapcsolatban, nagy felfedezése kapcsolatban egy típus hibát. Ezt példát mondok. Az aranyművesek annak idején egyértelműen kiderítették, hogy Dukász Mihály nem lehet eredeti a Magyar Szent Koronán. Na most a reagálás nem az volt, hogy köszönjük szépen a felismerést, ami egyértelmű, cáfolhatatlan, hanem az, hogy ugyan kinek lett volna érdeke. Nem tudom, érthetően. Nem a ténnyel foglalkozik, hanem amíg nem tudod bebizonyítani, hogy kinek volt érdeke, mikor, miért, addig magát a tényt sem veszük komolyan. Na most ez módszertanilag megengedhetetlen, és ráadásul nem is egészen jó hiszemű hiba. Tehát azt jelenti, hogy itt már aljas szándékokat is föl lehet tételezni. Tehát én újabb időben már ilyen kérdésre nem válaszolok, hanem visszacsatolom a kérdezőhöz, mint egy bumerángot, hogy döbbenjen rá, hogy milyen aljasul manipulálták őt, hogy egyáltalán ilyen kérdést megenged magának. Minden esetre nagyon sokan tették föl neki is kérdést, hogy ugyan hogy lehetett ezt megoldani, ugyan ki lehetett az. És ő is nagyon finoman emlékeztet rá, hogy ez a két kérdés nem szigorúan kapcsolódik egymáshoz. Tehát attól, hogy ő mondjuk esetleg nem tudja pontosan megmondani, hogy ki állította át az órát, attól még az az óra át van állítva. Tehát attól még a 10 nap, amit korrigált 13. Gergely pápa, az nem fog ugrásszerűen megnőni 13 napra. Ez egy külön kérdés, és különös szerencse kell hozzá, ha mégis meg tudja mondani. De ez egy másik kérdés. Minden esetben nagyon komoly érdekeltségeknek kellett közrejátszani, mert itt nem babra megy a játék. Minden esetre a második könyv jelentős része még nem ezzel foglalkozik, azzal is foglalkozik, hanem egyszerűen ennek a lebonyolítási lehetőségeivel. És rögtön ezzel kezdi egy átlag ember, ha meghallja, hogy tudnék, ugyan már ez kivitelezhetetlen. Hát az teljesen lehetetlen, hogy ne vették volna észre. Ne derült volna ki, és ezen le nem buktatták volna. Na most, aki így fogalmaz, hát ha közember, akkor az ember megbocsátóan azt mondja, hogy jó, hát nem lehet minden tekintetben tájékozott az úr vagy hölgy, de ha szakember tesz, én meg kell mondjam, nagyon zordan szoktam lereagálni. Ugyanis aki ennyire nem ért dolgokhoz, az tényleg ne tegyen föl még kérdést sem. Megfőjebb egy könyvet a polcra, tehát az a maximum. De kérdésig sem szabad elengedni. Ugyanis itt nagyon lényeges dologról van szó, kérdésekkel nagyon-nagyon keményen lehet csúsztatni. És egyszer le lehet állítani folyamatokat. Minden esetre, aki szakember, az azonnal tudja, hogy a középkornak abban a szakaszában, amelyről most szó van, nem abszolútumhoz mérték az időt. Tehát az, hogy mi kijelentjük, hogy az lehetetlen volt átállítani, hát mindenki tudta, hogy mikor született Jézus, és hát ahhoz képest, mert mindenki tudta, hogy mikor tart. Lehet, hogy tudta, lehet, hogy nem tudta, egy tény, hogy nem így számították az időt. Tehát az átlagos időszámítás az indikcióktól történt. Az indikció beiktatást jelent magyarul. Tehát, ha királyság volt, a király indikciójától, ha hercegség, herceg indikciójától, ha pápaság, pápa indikciójától, és senkit nem érdekelt, hogy egy abszolút időponthoz képest ez most 720 év, vagy 220 év, vagy 1220 év. Ha egyáltalán számoltak abszolútumhoz, akkor az sem a Jézus születése volt, hanem a világ teremtése. Na most a világ teremtésére, ahogy ma a zsidók számolnak, tehát tudjuk, ők se Jézus születésétől, nem is tudom miért, tehát mindesetre nem onnan számolják az időt, hanem egy feltételezett világteremtése dátumtól. Most ezzel a dátummal viszont egy nagy baj van. És ezt így nagyon pontos, egyáltalán szokjuk meg, így nagyon pontos adatról. Hát létkérdésről van szó. Tehát ő előre is megmondta, később is minden vita partnerének felhívta a figyelmét, hogy tényekre. Tehát a személyismerést hagyjuk ki a játékból.
ha tényekből ennyit meg tudsz cáfolni, akkor szóba állok magával, ha nem, akkor ne is számítson válaszra. Tehát nekünk is meg kéne már ezt tanulni, pontosan, ami már gyakoroljuk jó régen ezt. Nem lehet bőven aluli dolgokra, nem szabad reagálni. Igen. Tehát adva van egy olyan időszámítási rendszer, amelyet az Ószövetség kétféle hivatalos fordítása, tudjuk, hogy középkorban kétféle hivatalos fordítása volt az Ószövetségnek. Az egyik, amikor görögre fordították. Ez a 70 tudós által adott görög nyelvű változat, ez a Septuaginta. Ezen a névben fut, itt találjuk meg a lexikonokban is. A másik pedig, ami Hieronymusnak tulajdonítódik, tehát Jeromosnak, Szent Jeromosnak, és amelyet viszont Vulgátának nevezünk, ez volt az általános, tehát latin nyelven így futott a teljes Biblia szövege. Most ebben a kettősségben azonban rejlik egy nagyon érdekes gond, amivel tudomások szerint egyáltalán nem foglalkoznak, pontosabban illik tudomása szerint, amit nekem is illik most tolmácsolni. És ez pedig a következő, a kétféle időszámítás között 300 év differencia van. Tehát az egyik szerinti világteremtés 300 évvel elcsúszik a másikhoz képest. Na most ahhoz képest, hogy itt egy rendkívül fontos tételről van szó, szinte egyáltalán nem téma. Tehát föl sem merül, hogy lehet ugyanabból az alapszövegből ekkora mértékű tévedéssel fordítani görögre, illetve latinra. Miután itt pontos forrás megjelölések vannak, tehát itt nem érdemes ezen most vitatkozni. Egyet kell tudomásul venni, hogy a 300 év, illetve ahhoz közeli elcsúszás a kettő között már a középkorban megfogalmazódott. Pontosan idézi azt a forrást, ami még ki is számítja, már a középkor folyamán síránkozások közepette, hogy milyen rosszul jártunk, mert, és akkor leírja, hogy hány generációnyi a tévedés a kétféle változat között, az eltérés. Tehát ezt nem illik fedezte föl, már a középkorban tudatosított eltérésről van szó. Na most ezek a 300 évek úgy szép lassan elkezdenek gyarapodni. Tehát azt mondja az ember, ha az egyikre építem a történetírást, akkor megkapom azt, amit mi ma jegyzünk. Ha a másikra építem, akkor megkapom az illikféle, és ami megfelel a tényeknek. Tehát a mínusz 300 év is. Ezek persze oldalirányból jövő megvilágítások, de nem elhanyagolhatók. Na most, ami a kérdésnek a ki és milyen érdekből visszesz véghez részére vonatkozik, azt viszont megint idézett formájában, ha olvassam föl. Mondom, senki nem bátortalanságból fakad, hanem abból, hogy tényleg ne még csak véletlenül se fogalmazzak mellé. Tehát ilyen címeket sorol fel ő, hogy azt mondja, kik, mikor, hol. Tehát az átállítás, kik által, mikor és hol történt meg. Most erről két verziót ad, a kettő összhangzatosan működik. Tehát nem egymástól független, és nem is vagy-vagy alapon történik, hanem is-is alapon. Először a keleti átállítást veszi, a ki kérdésre a válasza, ezt ugyanilyen módon közli, tehát egy táblázat formában. Ki? 7. bíborban született Konstantin. Most véletlenül nem ismerős ez a név nekünk. Az a helyzet, tudnélik, hogy a mi őstörténetünkben kulcs szerepet játszik. Ez a De Administrando Imperio, tehát amelyben a magyarok honfoglalás előtti állapotaival foglalkozik, meg a honfoglalást követően is egészen a bulcsú idejéig. Ezt bizony mi tőle tudjuk. Na most, ha az ember megtudja, hogy ez a császár tisztesség-nesség szólván képes volt csúsztatni, az ember megkérdezi, hogy akkor hihetünk neki a saját történelmünkre vonatkozóan? Ott semmiféle érdek nem motiválta? És majd mindjárt látjuk, hogy egyszerűen a magyar történelem nem hagyható ki ebből a játékból. Minden egyes figura, aki ebben szerepet játszik, nekünk is kulcsfiguránk. Mindjárt folytatom, egyelőre menjünk. Tovább azt mondja, hol történt mindez? Bizáncban. Mikor?
10. században. Mit tesz? Mármint Viborban született Konstantin. Átállítja az órát, és kitölti az így nyert többletidőt. Most itt van a dolognak a nyitja. Tehát ezeknek idő kell. És hát nyilván Illig nem meri megfogalmazni, de már mi kitalálhattuk, hogy mire kell az idő. Majd a végén az összefoglalásban én is elmondom a magam elképzelését. Tehát időt kell nyernie. Miért? Illik kérdése, hogy így módon időt biztosítson a birodalmi erekje a Szent Kereszt fiktív visszaszerzésének. Na most ez így eléggé kínaiul hangzik. Ehhez azt kell tudni, hogy a perzsa támadás éppen ebben az időben, tehát a 600-as évek elején, ezért is kellett 614-jel indítani ezt a időrést, betörnek bizánci birodalom területére, eljutnak Jeruzsálemig, és a perzsa hadsereg magával viszi a Szent Keresztet. Tehát az egész kereszténység legfontosabb erekje. Amit még annak idején Konstantinnak az édesanyja, Helena császárnő, legalábbis a legendák szerint fedezett föl, ismerjük, sokat festették a jeleneteket, és ez volt a fő erekéje a bizánci birodalomnak, és rajta keresztül az egész kereszténységnek. Na most ezt a perzsák elburcolták. És ha tényleges időrendben számoljuk a dolgokat, bizony Bizáncnak ezt soha nem sikerült visszaszerezni. Tehát én megkérdezem, hogy valakit esetleg a vallástörténetnek vagy az egyháztörténetnek tudora, akkor nem mondaná meg nekem, hogy hol van a Szent Kereszt ma. Elég nagy darab fa, de hát valahol azért csak megvan. Erre azt szokták mondani, ó, kérem szépen, ott már annyi kis szilánkra földarabolták, és ilyen kereszt ereket tartóba befoglalták, hogy abból már egy erdőt lehetne rekonstruálni, nem egy keresztet. Na most, amilyen cinikus, annyira nem is igaz ez a kijelentés. Egyáltalán nem biztos. Minden esetre, ha a tényleges időrendet tekintjük, akkor ideje sincs Bizáncnak arra, hogy földarabolja ezt a keresztet, és kicsi részletekben hát keresztereket tartóba foglalja. Miért? Azért, mert nem fér hozzá. Mert Perzsiában van. Érthető? Tehát be kellett iktatni, írja Illig, azt az időszakot, ami nem 2-3 év, ami alatt meg lehetett írni, minthogyha a bizánci császár előre nyomult volna, elfoglalta volna Perzsiának egy részét, visszaszerezte volna a keresztet, ez egy fiktív a visszaszerzés. Nem valóságban megtörtént. És ehhez kell idő, mert egyébként a megtörtént dolgokat elég pontosan lehetett tudni, tehát ezeknek időt kellett szakítani. És ennek időt csak jóval később lehetett szakítani, amikor már egyetlen kortárs sem ért. Tehát ne felejtsük el, logikailag ez egy hibátlan konstrukció Illig részéről. És mennyit kellett? Erre írja ő le, hogy az órát bibliai alapon, tehát a kétféle fordítás különbségét tekintetbe véve, dinasztikus alapon, ennek megint megvan a részletes indokolása, miért kellett kitágítani a bizánci császárságnak a működési idejét, és vagy kronológiai alapon. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy egyetlenféle időszámítási rendszer volt, hanem volt külön egy alexandriai, meg volt külön egy Alexander, vagyis Nagy Sándor féle. És a kettő között megint ez a bűvös, majdnem 300 év a különbség. Tehát amikor Illig sorra veszi az időszámításoknak a középkorban szokásos fajtát, teljesen döbbenetes, hogy állandóan ez a 300 év körüli különbség jön elő, és erre mondja ő valahol, hogy tényleg bolond lenne valaki, aki ezt nem használja ki. Hogyha egyszer szüksége van időre. Most itt már tényleg nem lehet megsporolni, hogy ki mondja ezen, miért van szüksége időre? Azért, mert ha nincsenek tényleges ősei, és ha nincsenek tényleges hőstettek a múltjában, akkor helyet kell nekik szorítani. Na most hát Európának nincs múltja, mint ismeretes.
sem a bizánci részen, se a nyugat-európai részen. Na, majd csinálunk nekik. Tehát bizony nagyon nagy szükségük volt erre a 300 évre, és itt már maga Illik is érezheti, hogy tulajdonképpen maga alatt vágja a fát. Minél több igazságot hoz fölszínre, annál inkább recseg, ropog az az ág, amin ő maga is ül. Hát akármennyire is tudjuk, hogy a bajor nem azonos a némettel, de mindjárt ki fog derülni, hogy az egész német-római birodalom az a Karoling birodalom alapszik. És már Illignek fogalmazza, nem az én következtetésem, hogy többről van itt szó, az egész Európa ház, mint olyan, az a Karoling birodalmi eszmén alapszik. Tehát ha ő kihúzza a Karoling korszakot, mint jellegadó ősképet, akkor összeomlik az Európa ház koncepció. Érthető? Mindjárt ott kezdődik, hogy nincs is ezredforduló. 1701-ben vagyunk. Na de mencsoda özlet volt ez azoknak a köröknek, akik nem fogják feladni ezt a tézist. Legalábbis addig, amíg valamilyen biztos szépben nem juttatják a szerzett hasznot. Természetesen kemény munkával szerzett hasznot. Most a másik része, majd látjuk, hogy ez csak az egyik fele a képnek, amit itt előlegesen elmondtam. A másik része a átállításnak nyugaton történik, és ugyanezeket a kérdéseket teszi föl. Ki? Hát itt megint azt kérdezném, hogy nem akarjuk kitalálni? Ugyanis a válasz harmadik Ottó császár és második Szilveszter pápa. Na most itt már tényleg érezhetjük, hogy ez a bizonyos Nostra Res Agitur, itt a mi ügyünkről van szó. Ez nem kétséges. Tehát ahol a bal oldal a pápaság és a császárság a nyugati formájában van, a jobb oldalt a bizánci császárságban nem kell két szemét megnevezni, mert ugyanaz az egy személy tölti be a legmagasabb szintű egyházi és a világi hatalmat. Tehát Cezáro papizmus van. Akkor itt az ember azért rákérdez, hogy véletlenül a térképen a kettő közé nem esik valami terület? És ez értem nem fontos terület? És akkor kiderül, hogy az egész cirkusznak egyetlen tétje van. Az pedig a Kárpát-medence. És akkor miután ezt nyilvánvalóan észrevette Illig is, egy ilyen gyors visszavonulást hubatunk, hogy ennyire azért nem akartunk igazat mondani. Tehát jön kicsit vissza, nem sokat, tehát becsületére válik, ez maga már egy óriási dolog, hogy ennyit le mert írni. Már sokan kérdezték, hogy él még ez az ember. Hát az arcképe megvan, a fotó arcképe a fényképen az egyik könyvben, és hát egy kicsit megviselt ez az ember, nem is csodálom, egyfolytában nyírhatják odakint, de azért jó egészségnek örvend. Most a legutolsó Zeitungsprüngés itt van, és egy nagyon szellemes, kedves előszót írt hozzá. Ezt nem úgy szokták, hogy halál előtt 5 percen fogalmaz az ember, tehát én nagyon hosszú életet kívánok neki, és eredményest. Na minden esetre, harmadik Ottó császár és második Szilveszter pápa. Hol történik mindez? Rómában és Kölnben. És erre már nyilván fogalmazódik a kérdés, miért nem mond Aachent? Hát majd megtudjuk, miért nem mond Aachent. Erre csak úgy lehet válaszolni, hogy Kálmán királyunk válaszolt volna, hogy Aachentről, miután nincsen, említés se tétessék. És tessék csak fogóckodni, az az Aachen, amit nekünk tanítanak Nagy Károly korára, tehát a Karoling korra vonatkozó, az akkor még egyáltalán nem is létezett. Tehát itt a csúsztatásoknak mesterműveivel állunk szemben, és ezeknek megfelelő áhítattal tessék majd hallgatni. Tehát hol? Rómában és Kölnben. Ezek ugyanis már akkor léteztek. Mikor? A 10. században. Mit tesz? Átállítja az órát. Ezen ugye meglepődtünk. Miért? Na most itt jön egy nagyon érdekes dolog. Azért, hogy a végcsászár, ez az Endekaiser, tehát a végidők császára, ezt hosszabban így tudnak lefordítani, birodalma elkezdődhessék. Ezt ugyanis 1000-re jósolták. Érthető? Tehát ha még nincs 1000, csak 700, akkor én harmadik Ottó nem lehetek az Endekaiser. Más az eset, ha be tudom úgy állítani az órát, hogy most van 1000. Mert akkor én vagyok a Jani. Érthető?
És nagyon szépen mutatja, hogy hogyan készülnek erre. Szinte évenként változtatja meg a címét. Ez a harmadik Ottó, a pecsétjeim is. Tehát ahogyan a világ felé megmutatja önmagát. És egyre határozottabban jelzik ezek a címzései, ahogyan megszólítatja magát, ahogyan a oklevelein jelzi magát, hogy ő most azonosítja magát ezzel az Endekaiserrel, a végidők császárával. És hát azért ne felejtsük el, hogy ma, amikor a bizonyos Sacrum Imperium című folyóirat, amire többet nem fog hivatkozni, de azért még egy ilyen kellemes kis oldalreflektorfénybe hadd állítsam bele, egyfolytában a Nagy Károlyi eszmére hivatkozik. Amelyhez képest mi természetesen büdös lábok is alantas, ilyen nem tudom én kik vagyunk, és örüljünk, hogy egyáltalán megtűrnek bennünket. Érthető? Tehát ennek létezik ma Magyarországon egy nagyon nagy szájú, nagyon erőszakos és egyértelműen külföldről pénzzel, hogy mondjam csak, képviselő gárdája. És nem beszéltelenek. Tessék csak őket számon tartani. Tehát ezt a Sacrum Imperium folyóiratot, ezt valamelyik példát, mert ezt már biztos nem lehet kapni, ami ez a bizonyos ominózus szám, de bármelyiket kézbe vehetjük. Vagy akár a Pannon Frontnak bármelyik számát. Ugyanezek, és csak a legerőszakosabb cikket vegyük kézbe, rájuk fogunk ismerni. Szóval ez valamennyi, és ezt ki is fejezik. Tehát leírják, ezt veszis verbis, lehet olvasni, hogy mindegyik Nagy Károlyra épít, és erre a birodalmi eszmére. És ehhez képest vagyunk mi, periférikusak, alacsonyabb szintűek, megvetendők, fölzárkóztatandók is lehet folytatni. Na most a nagy semmihez hogy zárkózzunk, tudod? Valószínűleg megvolna a jó szándék mindannyiunkban, mert annyira bennünk van, hogy fölzárkózni 2, 3, 4, de nincs mihez. És ez a zseniális illikben, hogy egészen idáig ki is mondja. Tehát ki mondja azt is, hogy ez az egész Európa koncepció, amit ma itt adagolnak nekünk, ez magára nagy semmire épül, és annyit is ér. Ha valaki mégis fel akar zárkózni, hát tegye. Tehát azt mondja, hogy mennyit állít át, ez erre egy nagyon szellemes mondás van, azt mondja, az óra ezerre lett hitelesítve. Tehát őt nem az érdekelte, hogy mennyit állít át, hanem az, hogy a megmozgósított, megszerezhető, mozgósítható adatok nem mondjanak neki ellen, tehát ez a 300 év most jött el, mert most vagyunk 300 évre 1000-től. Tehát vagy most állítjuk át az órát, vagy utána nem lesz rá módunk. Mert utána már nem lesz Endekaiser. Tehát ha ő mondjuk 800-ban kap észbe, érthető? Hát akkor ez 1100-ra fog kijönni, és ő sajnos csak 300 év körüli dátumot állíthat át. Mert azokra kapta meg korábban ezeket a jelzéseket, ami a Septuaginta és a Vulgata közötti különbség, meg ami a különböző időszámítások között adódó különbség. Tehát 300-tól nem nagyon lehetett eltávolodni. Most ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogyha ő azt akarja, hogy 1000-re legyen hitelesítve az órája, csak 700 körül állíthatja át. Most minden esetre ezzel az óra visszaállítással egy nagyon érdekes anyag maradt ki a történelemből. Erre egy külön táblázatot állított össze Illik. Ezt azt hiszem még föl tudom olvasni, és utána valószínűleg egy szünetet fog javasolni az, aki erre jogosult. Egyedül jogosult, pillanat. Tehát azt mondja, hogy adva van egy táblázat, amelyen be van satírozva, hogy milyen részek kerülnek bele ebbe a bizonyos 300 évbe. Hát ő, mint említettem, 614-től 911-ig tartja ezt az időszakot. Én meg kell mondjam, hogy már is korrigálnám, és nem csak az egyszerűség kedvé, mert látni fogjuk a második felében az előadásnak, hogy ennek is van alapja, amit én mondok. Tehát úgy veszi a táblázatot, hogy hát nem, ha nem is országonként, de legalább európai és
és Afrika, illetve Ázsia, Európa és Afrika bizonyos egységes területeit figyeli egyszerre. Tehát Irántól Marokkóig, ez szemmel látható most az iszlámnak a területe lesz. Mi marad ki? Megmarad nagyjából a szasszanida kor, és kiesik az iszlám expanzió ideje. Na most ez azt jelenti, hogy nagyon nagy pontossággal utána mentek, hogy egyáltalán ez a futás, tudjuk, tehát ami a Mekkából Medinába történő átmenekülés időpontja, ami a kezdete az iszlámnak, tehát innen számolják az időt. Az bármilyen furcsa hangzik, a jelenlegi iszlám időszámításban is el van csúsztatva. Ezt ők tudják, mert számon tartják azt az évet is, amikor a tényleges időpont kellene, hogy beírodjék a történeti művekbe, de nem azt írják be. Nem azt írják be, hanem van egy megegyezésszerű dátum. Tehát azt jelenti, hogy az iszlám történetírásban szintén felfedezhető ez a probléma, de tulajdonképpen nem magában az iszlám történetírásban van a gond, hanem a szinkronizálásban. Tehát 614-ig viszonylag tűrhetőek az adatok. Elindul az iszlám, mert már elindul. Egy kicsit későbbre van datálva, hogy valamivel ki tudják tölteni ezt a 300 évet. Tehát itt egy kicsit a korábbi eseményeket hátrébb csúsztatják, a későbbi eseményeket előrébb csúsztatják. Minden esetben ez a gyakorlat. Na jó, de van egy nagy rész, amit nem lehet kitölteni. Nincs esemény. És még egy, nem tudom, fölfigyeltek-e rá, hogy itt soha régészeti adatokra nem hivatkoznak. Ugyanis a régészeti adatok azért nagyon sok mindent elárulnak. Tehát ezt Illig maga is hangsúlyozza, hogy igazából hamisítani csak írásokat lehet. Mert azért mondjuk egy karoling méretekben, tehát az írásokban hamisított Nagy Károly képhez méltó palotát föld alá leásni, hogy majd kiáshassuk és fölfedezhessük, ez megoldhatatlan, még a mai eszközökkel is. Ez legfeljebb úgy lehet, hogy csinálunk egy Nagy Károlyról szóló monstre filmsorozatot, ehhez fölépítik a díszleteket, utána sok-sok ilyen macis sorozatot csinálnak, elfelejti a néző mindig csak a tegnap esti tévéműsorra emlékszik. Elfelejti, hogy Nagy Károlyról volt 10 év előtt egy filmsorozat, és utána jön a régészet és föltárja. Érthető? Tehát végülis ma már ezeket is meg lehet csinálni, de azért ilyen mértékűre a legjobb tudomások szerint még nem vetemettek. Ugyanis nagyon költséges. Tehát tulajdonképpen ez az egyetlen hátulütője, viszont írást úgy lehet hamisítani, ahogy ön röstelnek. Most itt a röstelkedésnek nyomát sem látjuk. Tehát minden esetben az iszlám expanziónak van 300 éve, ami alatt az iszlám semmi mást nem csinál, mint feldúl, gyilkol, lerombol, rohan, terjeszkedik. Mi meg csodálkozunk, hogy sehol senki nem áll ellen, hogy hogy van ez. Semmi más nem történik ugyanis. Mindaz, ami ténylegesen fogható emlék, azt ő szépen sorra mutatja ki, egyfolytában antedatált, tehát korábbra csúsztatott, vagy későbbre csúsztatott, és még így is óriási lyukak vannak. Egyszerűen nem történik semmi. Megjelenik utána megint a történelem adatokkal is, a régészeti adatokkal is, vagy építészettörténeti adatokkal az emirátusok, illetve a szultanátusok idején. Tehát ez már a 900-as évek. Mi történik Bizáncban? Hát meg kell mondjam, az egész műveletben ez volt a legzseniálisabb. És ez azért nagyon érdekes, mert én nem hiszem, hogy ez, aki foglalkozott már művészettörténettel vagy történelemmel, ne tűnt volna föl. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Ugyanis mi történik? Ha én a bizánci történetírást folyamatában nézem, akkor hát ő nagyon gyönyörűen kimutatja, egyszerűen kimarad maga a történetírás, és nem csak a történelem, hanem az a Bizánc, aki majdnem minden elnézést, tetű elmozdulást a császár sapkáján följegyez, egyszerűen mint történetírás se folytatódik.
Emlékanyag semmi. Na most ez tényleg kínos, mert akármennyit datálnak későbbi időre a korábbról való emlékek közül, és akármennyit csúsztatnak vissza az időbe, a közepe mindig üres marad. Márpedig ez egy nagyon jól, hogy is mondjam csak, tehát adatolt birodalom. Tehát mit találtak ki? Hát nem fogják kitalálni. Aki nem foglalkozik, ez zseniális. A képrombolást. Érthető? A képrombolás. Tehát van ugye egy olyan irányzat a bizánci birodalom történetében, amikor csúnya bizánci császárok betiltják a képeket. Ezt nevezzük képrombolásnak. És ezzel ők nyertek több, mint más, hát egy másfél évszázadot gyakorlatilag. Már csak a peremeket kell kitölteni. Ugyanis ez pontosan a kellős közep ennek a 300 évnek. És itt nem kell keresnünk műveket. Miért? Mert csúnya császárok betiltották. Hát teljesen érthető, hogy nem készültek. Érthető, zseniális. És mi ezt bevesszük? Bevesszük, megtanuljuk jól a dátumokat is, megtanuljuk. Én most nem fogom mondani, de megtanuljuk, biztosan megtanuljuk. És komolyan is vesszük. Spanyolország következik, és már most itt egy kicsit kezdhetünk gyanítani megint dolgokat, ugyanis a nyugati gótok maradnak ki. És akit már érezhetjük, itt nagyon nagy baj van, mert eddig iszlámból maradt ki a legdicsőségesebb korszak, most pedig hát itt a germán hősi-hősi múlt kezd nagyon komoly veszélybe kerülni. Ha nincs nyugati gót, akkor majd ki fogja megverni Attilát, illetve hol van azoknak a hős nyugati gótoknak az utódja, mert ez már később van, mint Attila, akik olyan dicsőségesen elpárolták. Tehát kimarad 300 év nyugati gót, vagyis vizigót. Hát akkor most mire fogja építeni a germán a maga nagy mellényét? Ami van neki, ez nem volt idő, van. Van. Két világháború után is, sőt nőtt még egy kicsit. Tehát mire fogja építeni? Nincs ezek szerint sem nyugati gót, tehát vizigót, sem asztúriai nagy birodalom, ami aztán majd segít kiszorítani a csúnya iszlámot a spanyol félszigetről. Itália megint baj van, mert a longobárdok nincsenek. Márpedig ezek is germánok. Tehát csináljuk az ősöket, remélem ebből már kiderült. Nagyszerű, ez a 300 év eddig még csupa olyan ősszel telt meg, ami nélkül nagyon nehéz lenne ezt a nagy mellényt viselni. Tehát kimaradnak a longobártok és a karolingok. Tehát nincs karoling korszak Itáliában, rettenetesen kínos, igaz, hogy emlékese volt, de írások azért imitam, ott beszéltek róla. Na most, Németország. Kimaradnak a merovingok, és teljesen kimaradnak a karolingok. Úgy, amint vannak. És végül Franciaország, mondom sem kell, ugyanez a kettős, a merovingok és a karolingok. És egy egész pici kis jelentéktelen karoling dinasztia töredék él ugye a 900-as években is még. Ennyi maradt a nagy karoling korszakban, ez is csak Franciaországban. Na most erre a nagy semmire építik a mai Európa házat. A további lombardok pedig egy egészen kicsi részben tényleg megmaradnak, tehát a longobárdok a lombard királyságban, de az is már a 900-as évek. Na most, ha ezt egy történész végignézi, az vagy kétségbe esik, vagy úgy viselkedik, mint egy sarokba szorított vadállat. Kitámad, fröcsköl, és semmiféle érvet nem hoz föl, viszont szabályosan a torkomnak ugrik. Előre figyelmeztetem, hogy az Illignek a torka egy kicsit távolabb van innen. Tehát én most itt bemutatok egy elméletet. Ennek még nagyon távol állok attól, hogy minden részletét alaposan ellenőrizni tudtam volna, de eddig, mint Illig urat, nem tudtam rajta fogni hamisítást. Pontosan hamisításról se tételezek róla, de tévedésen, csúsztatáson egész egyszerűen nem tudtam rajta fogni. Pedig a példájának a nagy része olyan, amit én is ismerek. Tehát egyébként, mint szégyenkezést nem éreztem, mert nekem is rá kellett volna jönni. Tehát eddig a szünet előtt, és a szünet után már úgy van, csak az,
fogjuk vizsgálni, hogy milyen allergikus pontok vannak ebben az új történetképben, és miket kell korrigálni. Kitört a szünet. Illetve események, amelyeket újra kell értékelni. Az előbb láttuk, mint egy térképre vetítve, virtuálisan ugyan, de hát mégiscsak térképre vetítettük magunknak, hogy milyen államok, illetve milyen földrajzi egységek maradnak ki ilyen módon a történelemből, gondoljuk a longobárdokra, farolingokra és itt tovább. Most pedig olyan alapon osztályozom, ami bennünket közelebbről érdekelhet. Tehát első az, hogy a karolink kor, mint olyan, gyakorlatilag megszűnik. Miért nagyon fontos ez? Hát azért, mert a történelmünkben elég sok fontos tétel éppen a nagykárolyi rabláshoz kapcsolódik, amit nagyon sokáig magam is komolyan vettem, mivel nem volt más adatom rá. Tehát, hogyha egyszer nem volt nagykároly, akkor kiraboltál az avarkincseket. Most ezzel a kérdéssel történetesen Illig maga is foglalkozik. És mint minden ilyen esetben megnézi a forrásokat. Egyetem honnan tudjuk mi, hogy Nagykárolynak voltak rablásai. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen két alapmű van, amit soha senki eddig nem kérdőjelezett meg. Az egyik ez a Vita Karoli, az Eginhardnak a udvari történeti irodalom. Most már ilyenkor én nagyon nehezen tudom visszafolytani a nevetést, mert ezek mind, tulajdonképpen mind fiktív alakok. De hát így kerültek be a történetbe, hát így említem őket, Eginhard. Mindenki Eginhardra hivatkozik, ha Karolin korról van szó, mintha ő tényleg létezett volna. És annyira hozzászokunk ahhoz, hogy amit sokszor mondunk, az úgy igaz, hogy föl sem merül bennünk az, hogy hát talán esetleg azt is kéne bizonyítani, hogy Eginhard egyáltalán létezett. És föl tényleg föl sem, bennünk sem merült föl. Ja, Vita Karoli, persze, Vita Karoli, azt mondja, Károly élete. Ja, hát akkor az, ha bennem, hát akkor az tévedhetetlen. Tehát az kortárs volt, kiváló műveltségű volt. Ja, tehát ő azt már csak tudta. A másik pedig az Annáleszek, tehát a birodalmi Annáleszek. Na most Illig mind a kettőről nagyon kurtán, furcsán, de nem úgy, hogy kevés adat alapján, hanem nem sokat lelkizve a dolgon. Egész egyszer kimutatja, hogy hamisítva. Most ez akkora érvágás a nyugat-európai öntudaton, hogy ezt tényleg nem lehet, ezt nem lehet kihevelni. Tehát itt egyet lehet csinálni, valóban úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, addig, ameddig tudnak. Tehát ez végül is nagyon hosszú ideig ez nem fog menni, de ez gondolom ismerős ez a képlet, amikor hát még egy kicsit tudunk hazudni, az alatt összelapkodunk még ezt a szamaszt, hát utána úgyis odébb állunk valahol, ha még egyáltalán maradt hely a földön, ahol hisznek nekünk, és akkor majd ott hazudunk az annak megfelelő módon. Tehát minden esetre a Karolinkkor ilyen apróságokat, mondjuk a két szóba hozott mű, ilyen apróságokat tartalmazza, hogy azt mondja, és ezeket idézi egyenesben Illig, hogy Vasz Károly ezen és ezen a télen kétszer egymás után hadserege élén átkelt az Alpokon. És itt megyünk szépen tovább, olvasok tovább, és fölsőtök álljon meg egy pillanatra. Hát egy macska se tud átmenni télen az Alpokon, nem egy hadsereg. Hogy képzelje ezt? Kétszer egymás után. Hát mi? Hát esetleg az a Szent Gotthárd, csodán az alagúton, vagy mond. Hát ez nem átjáró ház. Hát itt télen nem lehet átmenni az Alpokon, kész, fel van zárva. Hadsereggel semmi gondol. De, hogy nehogy elkezdjünk gondolkozni, kétszer megy át. Tehát ha leírná, hogy egyszer megy át, ma hát az nem lehet, de kétszer átmen. Az első nem még hitetlenkedett, ha kétszer átmen. Szent tanú írta, most ezt így kell csinálni. Tehát ha nekünk itt, mondjuk, bizonyos kérdésekben az a benyomásuk, hogy profi módon hazudnak. Hát ezek gyengek és amatőrök, tehát tudni kisfájások. Tehát így kell hazudni. Tehát ezt tudjuk úgy veszi be jelenleg a világ, hogy föl sem merül a kétségnek árnyéka sem. Na most utána Illig nagyon kegyetlen. Tehát én ahhoz képest borzasztó szelíd vagyok.
Tehát egyáltalán nem is említhettem magam egy napon, egyébként sem illigyel. Tehát lényeg az, hogy ő egyszerűen azt mondja, na különben meg, ha már itt tartom, nézzük meg, hogy voltak egyáltalán utak akkor. Hát egy hadseregnek valahol föl kell vonulni. Kiderül, nincsenek utak. Érte, semmi nyoma nincs. A 900-as években kezdenek először olyan utak épülni Nyugat-Európában, amin egyáltalán hadseregek vonulni tudnak. Tehát hol vonultak? Aztán, hol csinálták a fegyvereiket? Van egyáltalán város Nyugat-Európában ekkor? Kiderül, hogy nincsen. Tehát akkor Aachen? Aachen nincsen. Bármilyen furcsa. Pici vakontúrás. Vagy még annyi sem. Na tehát akkor, hát ott van mégis ez a palotakápon. Tényleg? Na hát mindig mondom, hogy kegyetlen. Tehát ő aztán pontosan 24 szempontot sorol föl, és már ennek nem nézek utána, úgy emlékszem, hogy pont 24-et, tehát 20 fölül. Én mindegyikből megnézve, hogy egyáltalán ez a kápolna, ez épülhetette a feltételezett időben. Kiderül, hogy szóba se jöhet. Szóba se jöhet. Egészen egyszerűen nem lehetett volna olyan építészt vagy építőpárt találni, amely 200 év szünet után és újabb legalább másfél évszázad előtt egyszerre így szépen fölspiccel a föld alól, megcsinálja ezt a tényleg világra szóló épületet, amiben olyan építészeti bravúrok vannak, amit körülbelül másfél-két évszázad múlva ér utól az európai építészet. De ennek semmi előzménye nincs. Tehát ezek nem az űrből jöttek, ezek az építőmesterek, akkor nem tudtak honnan jönni. Sehol máshonnan. És ezek mindegyik nagyon komoly szempont. Tehát nem arról van szó, hogy amatőr oda megy, azt mondja, hogy hát ezt a szint így nem is csinálhatták. Nem erről van szó. Mert a palotakápolnának rendkívül bonyolult a térlepedő rendszere. Hát ezt mi annak idején tanultuk, és tényleg az ember eltűnődött, hogy honnan a bánatból szedték ezeket a megoldásokat. Hát sehol előzmény ennek nincsen. És kimutatja pontosan, mikor jelenik meg az egyik térlefedő elem, mikor jelenik a másik, ezek megoldások, ezek nem felhasznált anyagféleséget jelentenek. És kiderül, hogy legkorábban, a 11. században jelent még nem az így az összesünt, ami a palotakápolnán együtt van, hanem egyáltalán a fontosabb térlefedési megoldások. Tehát semmi szín alatt nem készülhetett előbb a 11. század közepén, a második felénél. És nagyon keményen hozza a példákat. Most itt az a szerencsém nekem, hogy hát azért mégiscsak művészettörténész volnék, tehát a példákat azonnal ellenőrizni tudom. És kiderül, hogy amikor mi tanultuk ezt a palotakápolnát, az nem igaz, hogy bennünk ezek nem merültek, fölmerültek. Csak jó voltunk idomítva. Tehát aki fölteszi a kérdést, az utána kimegy. És utána nem jön vissza. Aki benne akar maradni, az nem tesz fel kérdést. És ez az igazi művészet, a művészet történetírásban, megsejteni idejében, hogy melyik az a kérdés, amit nem érdemes föltenni. Érthető? Mert ez dönti el végül is, hogy benne maradok egy csapatban, vagy nem maradok benne. Ez az egyetlen kritérium. Tehát nem igaz, hogy nekünk ezek nem tűntek föl. Mindegyik föltünk, kivétel nélkül mindegyik. És valami ösztönös parancs, hogy ha én azt akarom, hogy majd egyszer 2001. december 5-én 3 órát untathasson a közönséget, akkor nekem akkor nem szabad megszólalnom. Mert akkor nem kapok diplomát, és senki nem fog elhinni, amit mondok. Tehát ez egy nagyon fontos tétele, vannak bizonyos tehertételek, amiket igenis az életben el kell tudni hordozni. Miért? Azért, mert különben nem lesz hatékony, amit csinálnak. Hát a legtöbben pontos ezért utálnak, mert nem lehet azt mondani rá, hogy dilettáns. Kellemetlen. No, de se nyelvészeti vonatkozásban, se művészettörténeti vonatkozásban. Illigre rá lehet mondani. Mondják is. De tényekre nem lehet mondani. Hát ezért mindig tényekkel kezdi, tényekkel folytatja, és tényekkel végzi. Erre nem lehet azt mondani, hogy dilettáns. Tessék utána nézni. Ez az avarkor, ez tényleg allergikus pont. A legújabb számában ennek a Zeitungspringének, ezt nem régen kaptam meg, tulajdonképpen ma olvastam el az egyik tanulmányt, a másikat még csak átfutni tudtam, nagy részletességgel nem. De ez a másik most
ami miatt kézbe veszem. Ez az egyetlen olyan karoli, falc, tehát egy uralkodói székhely, amit megpróbáltak módszeres ásatásokkal föltárni. Na most a dolog egészen karikatúraszerű. Hozzá kell tennem, hogy maga Illig egy szerzőtársával ír róla, Illig nagyon jól ír, tehát azt hozzá kell tennem, hogy nem csak egyszerűen, hogy már én is megértem, tehát egészen jól az a német nyelven, amit tényleg a mosonő is megért. Mert ez is a célja. Semmi nagy képviselő, ugyanakkor szellemes, de végtelenül szellemes. Tehát úgy tud hazavágni, hogy hát én oldalakon keresztül a hasamat fogtam. Szóval ezt is jól lenne tőle megtanulni. Néha mi nagyon durván támadunk, teljesen fölösleges. Na azt mondja, hogy fölolvasok egy rövid felsorolást. Következővel él, azt mondja, nézzük meg, hogy amikor nagy kiállítást csinálnak ebből a bizonyos falc ásatásból, ez Ingelheimban van. És az Ingelheim az a Rajna partján van, nagyon közel a Rajnához, és hát a karolin kornak egy reprezentatív emlék, tanítják. Miért? Mert benne van a vita Karolinban, és természetesen az Annáleszekben is. Na, azt mondja, hogy a cím már gyönyörű, azt mondja, Ingelheim, Karoling is, oder Röm is. Karoling vagy római. És erre az ember ugye elkezd töprengeni. A régészet ennyit nem tud megállapítani, hogy valami 800 körüli-e, vagy 3-400 évvel született Krisztus után. Tehát 400 éves távlatokban nem tud dönteni. És akkor jön a következő, akkor mit ér ez a régészet? És akkor itt messziről földerek, hogy de hiszen ez nekünk ismerős. Honnan ismerős? Fehérvár, Fehérfolt. És ugyanez a kérdés. Csak itt még gyönyörűbb. Következő idézi ugyanúgy, minthogyha Bradák Károlyt olvasnám. Pontosan ugyanaz a módszer, ugyanaz az elegancia, ugyanaz a tömörség, semmi mellébeszélés. Idézi a katalógusból, azt mondja, monolitikus oszlop, első évben, római, zárójel, második évszázad. Még csak nem is a régi a római uramnak. No, következő. Oszlop lábazat. Római vagy 8. század. Ezt mi most el kell fogadjuk, hogy ez szakvélemény. Érthető? Ez körülbelül ilyen, mint a csizmadia vagy kéggáz. Ez egy üvé került, tehát valami módon összefügg. Na most azt mondja, kompozit fejezet. Az oszlop fejezet. Római, zárójel, második, harmadik század, zárójel bezárva, vagy 8. század vége. Most ha ennyire pontosan tudja, hogy második, harmadik század a római koron belül, akkor hogy lehet ilyen, hogy vagy, még itt is a 8. század végül. Érthető? Na most nem én mondom, még Illig sem mondja ki, ez önmagáért beszél. Aztán még nem állunk le. Korintoszi, oszlop fejezet. Római, zárójel második század, vagy 8. század vége. Ezek a 6 és századok, ezek így csúszkálnak ide, hát Isten, ennyit szabad tévedni. Azt mondja, hogy ez, hát szó szerint Gerenda. Római vagy 8. század vége. Itt legalább nem osztályozza a római belül, hogy második század. Fal és hát padló lapok. Na most, hogy nem lehet megállapítani, hogy fal vagy padló lapok, azt nem tudom. Római vagy 8. század vége. Nem mutatom ezzel tovább a tisztelt jelenlévőket. Ez tipikus esete annak, ami nálunk Fehérváron előfordul. Szent István bazilikája, miközben egyfolytában római emlékanyag jön elő, ahogy ezt itt annak idején megbeszéltük. Tehát megint azt kell mondanom, hogy azért ők a profik. Szóval az, hogy föl sem merüljön nálunk, legalább fölmerült.
És hát azért Bradák nem most kezdte ezeket. Tehát előttük járunk legalább egy fél évtizeddel, náluk pedig ezek egészen friss dolgok. Tehát ez a legutolsó Zeitensprünge, ez még akkor nem volt meg, amikor Miskolcon én megtartottam az előadást. Tehát a nyár végén. Na, minden esetre a legfrissebb adatokból és a Karolin korból legyen elég most ennyi. A második számú allergikus pont az avar kérdés. Hát ez az előbb már fölmerült egy pillanatra. Tudnélik, az avar kérdés azért rendkívül lényeges itt, mert tulajdonképpen az egész avar birodalmi kor kimarad. És erre szoktuk mondani, na hát azért ez túl nagy ár, akkor inkább nem egyezünk bele az Illignek az elméletébe. Most ez nem beleegyezés kérdés, és nem annak a kérdés, hogy nekem tetszik-e vagy nem tetszik. Majd mondok én a 9. pontban olyat, hogy föláll a szőr a hátunkon. Tehát ennek vannak ám olyan következményei is, amit biztosan nem lehet elfogadni, de első látszatra bizony következik ebből az idő kimaradásból. Harmadik és legfontosabb, mert az avar kérdést majd a továbbiakban a honfoglalással kapcsolatban tárgyalom. Arra minden esetre figyelmeztet Illig is, de leginkább a Zeitensprüngének az egymást követő cikkei, hogy az avarokat bármennyire is úgy tanítjuk ma, hogy önálló birodalom volt, mindig vagy kifejezéssel kapcsolják össze az eredeti hiteles források, és ott vagy a hunokhoz kapcsolják, hogy hunok vagy avarok, vagy a magyarokhoz. Tehát avári, vagy avarész, vagy avaroly, vagy uvaroly, szíve, ha latinul fogalmaznak, hungári. Tehát nem önálló névként, hanem mindig, minthogyha egy másik elnevezése lenne a hunnak vagy a magyarnak. Tehát a krónikáink féle egyáltalán nem ismerik ezt a szót, hogy avar. Egyáltalán nem szerepel. Tehát a magyar krónikás hagyomány nem ismeri. Nos, ez feltűnő hiány. Tehát azt jelenti, hogy nem lehet 300 évig, ha létezik egy avar birodalom, az nem létezik, hogy annak valami nyoma ne maradjon egy olyan krónikás hagyományban, ami az előttük lévő Attilát részletesen tárgyalja. Tehát ezekre már rég föl kellett volna figyelni, és majd a végén hivatkozom egy olyan tanulmányra, amelyik hát bizony egy kicsit feladja a leckét nekünk. Minden esetre a harmadik tétel a allergikus pontok között a szláv kérdés. Hát ezzel a rangjának megfelelően elég sokan foglalkoznak. Talán a legélesebben ez a Heinzon és Szidorcsák kettős, de mások is írnak róla, Celler, Topper, és ez a következő miatt érdekes. Nekünk a jelenlegi történettudomány következő módon adja elő a történteket. Ő leírja, hol jelenik meg pontosan először a szláv kifejezés, és itt már lehet látni, hogy azért a németektől mi nagyon sokat nem várjunk. Ne várjunk, egyrészt nem mindenki gráló van, mint Illig, aki hajlandó a saját rovására is, vagy a saját múltjának rovására is az igazságot kimondani. Másrészt pedig, mert hát mondjuk nem annyira talán, mint az orosz, aki tényleg nem tudja, mikor hazudik. Mert rutinból hazudik, tehát nem úgy, hogy most ő mindig elhatároz, hogy hazudni fog, hanem egyszerűen benne van ebben, meg neki. De azért a német is hajlik rá. És mindig ott van az a kicsi ördög a háttérben, hogy azért, ha egy módon rá megszerezzük ezt a Kárpát-medencét. Tehát addig-addig hallgatunk el tényeket, addig-addig nagyítunk föl kicsi dolgokat, addig-addig csúsztatunk el, ma nem sokat. Ameddig egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak Germán volt először a Kárpát-medencében. Tehát majd, mikor látni fogjuk, hogy hát persze, erre kellett ez a 300 év. Mert nem voltak itt. Hát most mit csináljuk? Hát mi aztán nagyon gyűjtjük be őket ide, hát több egymást követő korszakban. Hát már olyan korra vonatkozóan, én nem tudom behívni a németet, amely kor nem is létezett. Pedig aztán itt most nagyon megy a német behozatal. Na, minden esetre a szlávban az a kellemetlen, hogy pontosan arra a korra esik a nagy szláv birodalom, amelyik kor nem létezett. És akkor itt szépen írja, de ez nagyon kedvesen, és nyilván Szidorcsák az szláv eredetű, tehát a névből követően valószínűleg lengyel volt eredetileg, a források is, amiket használásról a lengyelek, és a lényeg a következő.
itt döbben az ember, hogy tulajdonképpen mit tanítanak ma nekünk. Mert nekünk azért nem ennyire sűrítetten tanítják a hazugságot, mert akkor mi magunk is rájönnénk. Hanem úgy, hogy itt egy kicsit hazudok, ott egy kicsit, itt egy kicsit tolok rajta, itt egy kicsit húzok belőle, és itt tovább, és itt tovább. Egyszer csak kialakul egy kép, hogy a körülbelül a 6. századtól, mert akkor kezdődik először, ugye, fölmerül a szklávusz, mint olyan. Onnantól kezdve egészen a 9. század vége, 10. század eleje, tehát 900-as évek eleje létezik, és most tessék megfogóckodni, mert ezt tanítják. Egy hatalmas szláv birodalom Európában. A balti tengertől az Adriai óceán, Adriai tengerig, és kelet felé egészen a Fekete tenger partjáig. Ez így van a tankönyvekben, csak egyszerre ekkorát nem hazudnak. Mert akkor azért az ember mégis fölöltözni magát, ez valami kis bizonyítékot nem kéne mégis mellé tenni. Hát mert jól hangzik, kétségtelen, de hát valami pici kis bizonyíték nem kéne. Na most összeadnak ilyen kis említéseket, de egy valamiről megfeledkeznek, és sajnos illik is hajlamos rá, hogy megfeledkezzen. Ha én azt olvasom, hogy szklávusz, az egyáltalán nem biztos, hogy az népre vonatkozik. Szklávusznak ugyanis jelentése van, azt jelenti, hogy szolga. És ha egyszer leírják, hogy az avaroknak csak körülbelül 1/5 volt avar, a többi az körülbelül 50%-uk szklávusz volt, eszébe nem jut, hogy mert ez egy ilyen társadalom volt. Aminek körülbelül fele az a szklávuszokból volt, vagyis a szolgákból. És akkor név szerint már csak olyat említenek népisége tekintetében, akinek egyáltalán volt népisége. Nem tudom érthetően. Tehát miközben mi egyfolytában ilyeneket olvasunk, a szláv törzsek. Hát könyörgöm, a szláv ott kezdődik, ahol a törzsi hovatartozás megszűnik. Tehát ilyen nincs a szláv törzs. Ez körülbelül olyan, mint hogy az a vasfarka, amit tetszik tudni, buksából készült. Ilyen nincsen. A szklávusz az azt jelenti, hogy elvesztette a törzsi hovatartozását. Nem tud betagozódni törzsben, mert szolgai szerepre kényszerű. Ezért nem tud a nyelvesen, szervesen működni, mert a valóságnak mindig csak egy bizonyos részletével találkozik. Tehát az egészre vonatkozóan szó kincse sincs. Nem, hogy a belső összefüggései meg lennének a nyelvének. Tehát el lehet szlávosodni. Na de ez, hogy létezik egy birodalom az északi tengertől, a Adriai tengeri és innen kelet felé Fekete tengeri, ez ahogyan illik és csoportja. Én teljesen logikusan fölteszi a kérdést, azt mondja, most akár komolyan veszem azt, hogy ezek törzsek, hogy ezeknek van nemzeti hovatartozás, akár nem, valami régészeti hagyaték kéne, hogy maradjon utána. És kiderül, hogy nincs. De nem úgy nincs, mint ahogy mondjuk, hát előre-hátra datál, azért csak kitölthető ez az időszak, hanem egyáltalán nincs. Tehát egyszer majd megnézzük ezeket a szláv kiadványokat, amik aztán már tényleg minden szláv, ott sincs. Tehát egész egyszerűen nem marad sem, pedig aztán ők ásnak. Az biztos. És azt is lehet tudni, hogy hogy lesz például mondjuk egy szlovák múlt. Ugye ezt nagyon pontosan lehet tudni. Tehát a közelmúltban, ami népművészet, és egy kicsit több benne mondjuk a kép, mint ahogy általában, az onnantól például a szlovák népművészet. Aztán, ezek még két világháború közt úgy voltak közvetítve, hogy népművészet Szlovákiában. Már régen nem. Már szlovák népművészet. Aztán, népművészet Romániában. Nem, már román népművészet. És azt az oldalát fényképezik, ahol nincs felirat, mert felirat sajnos magyar. Tehát ez a közelmúltra vonatkozó. Na most, ami a múlt csinálásnak a régebbi korokra vonatkozó része, tudnék, hogy egyszerűen avar emlékeket először, hát ugye az első publikációk általában magyar szerzőktől származnak. Nem Magyarország területén, hát történelmi Magyarország területén kerültek elő. Most utána jött a két világháború közt, megkockáztatták, hogy avar kötőjel szláv. A jól értesült tudományos körök nem sziszentek föl, tehát lehet tovább menni. Ugye, hogy annak idején a demarkációs vonalat meghúzták nekik, ugye, Trianon előtt, eszükben nem volt megtartani, jöttek tovább.
kipróbáljuk, mit szól hozzá az Anton, nem szólt semmit. Érthető? Hát ugyanez a módszer azt mondja, hogy próbáljuk ki. Azt fogjuk írni, hogy szláv. Mit szólnak hozzá? Egy hang sincs. Miért szóljanak? Ha nekik nem fáj. Tehát ma már ilyen módon, Bécsben láttunk egy nagy kiállítást annak idején, sokban nem is Bécsben volt, hanem közelebb a határhoz, egy kis régi kastélyban, és avarokról, elsőbb avarokról volt, és csak nézem, karantán művészet, a legtisztább késő avar művészet, de csodálatosan szép dolgok, én képeztem is. És már karantán. Karantán az tudva levően szláv. Miért? Mert a jegyzete már karantán szláv. De tudva levő, ez a karantán később karintia lett. Tehát választhattok. Nem kell a szláv, majd lesz pré-osztrák. Mert karintia. És akkor jön a csiki-csuki ági. Nem tetszik a szláv, majd kaptok osztrákot. Nem tetszik az osztrák, majd kaptok szlávot. Tehát valami elképesztő, hogy mit megengednek maguknak. Minden esetre a szláv azért nagyon fontos kérdés, mert akárhol túlunk bele a történelmünkbe, mindenütt ebbe a kérdésbe voltunk. Tehát a szláv kérdés kulcskérdés. Ha a nyelvtörténetet tárgyaltuk, emlékszünk még rá. Ceterum censeo, az egész szláv jövevényszó kérdést alapjaitól újra kell tárgyalni. Tehát ezek a tanulmányok egyértelműen kimutatják, semmi nyoma nincs olyan szláv műveltségnek Európában, amelytől mi bármilyen kultúrszót át tudtunk volna venni. Ha nem volt elég érthető, elismétlem. Tehát nyoma sincs olyan szláv műveltségnek Európában, amitől mi akár egyetlen műveltségi szót is kölcsönözni tudtunk volna. Tehát magyarul itt a hazugságnak egy olyan hallatlan dömpingével állunk szemben, ami hát, bennünket sújt elsősorban, de azért most a németek is érzik magukon. Tehát egyszerűen nem lehet tovább hurcolni. Most, ha még vissza tudunk rá emlékezni, Kranznak, Grauer S. Kranznak a művét én elég részletesen ismertettem. Ha az ő, még az első vagy a második alkalommal, ha az ő gondolatmenet, ez egy amerikai kutató volt, és ő vezette le, hogy csak innen a Kárpát-medencéből terjedhetett szét az, amit mi ma finnugornak nevezünk, és nem pedig keletről jött ide. Biztos emlékszünk rá, mert ez egy elég nevezetes és elég hosszan ismertetett tézis sor volt. Most, ha még emlékszünk rá, ott is meg kellett jegyezni, hogy Kranznál egyetlen allergikus pont volt. Az a szláva. A szláva nem tudott mit csinálni. Persze, mert nála még bent volt ez a 300 év. Tehát még komolyan kellett venni a szlávot valamilyen módon. Nem tudta sehogy sem adatokhoz kötni. Ott volt a kerékkötőként, tehát állandóan nyikorgott, csikorgott a kerék, de ezen túl, hogy észrevett, hogy így gondol, nem tudott mást mondani. Na most a negyedik, az Bizánc, a képrombolás, erről már értettünk szó. Bizánca nagyon komoly gondok vannak. Ez azt jelenti, hogy a bizánci uralkodó lista ugyanis megvan. Tehát pontosan tudjuk, lexikon után lehet nézni, mikor ki uralkodott, és ebből ők kitöltötték ezt az időt. Tehát itt egyenesbe kell fölteni a kérdést, bizony hazudnak. Hazudnak? Tényleg hazudnak? Igen, hazudnak. Tehát ezek csinált nevek. És ahogy, hát eddig ezt csak a pápákról tudtuk. Tehát gondolom tudjuk, hogy a pápaság korai történet ez elejétől végig fütti vadatokkal dolgozik. Tehát ezt egyház történetben lehet olvasni, nem a nagyon titkolt dolog. Na de hát, ha én elkezdek fiktív adatokkal feltölteni időszakot, én akkor akármennyit hozzáadhatok, hozzáadhatok még 300 évet is, mert fiktív adatok azt is fel tudom tölteni. És ha eleve kijelentem, hogy ezt nem is kell komolyan venni, akkor annyit nem veszek komolyan, amennyit mondanak. Ha azt mondják, hogy 800 évet nem veszek komolyan, akkor 800 évet nem fog komolyan venni. Minden esetre az ötödik, az az arab villámháború kora, és itt egy nagyon jó tanulmány van az egyik Zeitungspringében, amely bizony kimutatja, erre utaltam az előbb, tudják az iszlám történetíró, tudják, és mégsem teszik.
Tehát más írnak, mint amiről tudják, hogy igaz. A hatodik kérdés a kazár kérdés. Most a kazár kérdés nálunk honfoglalás ügyében elég jelentős. Most az, hogy mi egyáltalán a kazáriát, hogy mondja, egy bizonyos vallás alakulat kapcsán szoktuk tárgyalni, amit ők fölvettek, meg hol még ilyen levelekre hivatkozunk, amelyet hát ebben a bizonyos korban írt egy spanyolországi zsidó, itt sorsosának ugye kazáriába. Hát ha volt egyáltalán akkor kazária, és ha volt az a kedves zsidó testvérünk, ugye? Mert ha nem volt, akkor az egész összeomlott. És nagyon úgy néz ki, hogy nem volt. Megint egy levél, ugye? Tehát ezeket bizony szép lassan megint az alapoktól kell újra tárni. Kazária ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy abban a formában, ahogy leírják, az tényleg nem létezett. Tehát nem véletlenül nincs lelet, megint nincs lelet. Feltűnően kevés a lelet. Feltűnően. Következő a pápai állam kialakulása. Mert ezt hosszan részletezi Illik, tényleg nagyon szórakoztató olvasmány, és a pápaságot háromszor alapították meg. De a második esetben nem tudtak arról, hogy az első már megtörtént, és a harmadik esetben nem tudtak, hogy az első és második már megtörtént. Na most, ezek nagyon kellemetlen dolgok, különösen ha az ember adatok birtokában értékeli dolgokat. Tehát az első ajándékozás az úgynevezett konstantiné. Most erről elég korábban kimutatták, hogy ez hamisítvány. Tehát a reprezentatív kimutatott hamisítványok közé tartozik. A második az a Pippini adomány. Ő adta azt a területet, amelyet ma a pápai állam, illetve ami valamikor a pápai állam volt, nem a mai. Na most hát ez a Pippin, ennek egyetlen nagyon komoly gondja van, az, hogy nem létezett. De pontosan abban az időszakban esik, amikor teremnek ezek a figurák, és valószínűleg éppen azért teremnek, hogy ajándékozhassanak. És most megint rádöbbenhettünk az egyik indítókra. Ne felejtsük el, a ki kérdésére az egyik, az második Szilveszter volt. Tehát egy pápa volt. Most a harmadik pedig bizony maga Károly, és ez a Pippin, ez nem a fia már Károlynak, hanem az apja a Károlynak. De Pippinből több is volt. Tehát ez azt jelenti, hogy háromszor adományozták azt az egyet, ami ezek után meg lehet kérni, hogy egyáltalán adományozta ezt valaki. Attól, hogy számon tartják, hogy adományozta, az egyáltalán biztos, hogy meg is történt. Most a nyolcadik tétel az a viking kérdés, megint nagyon szellemesen tárgyalja. Illik, hát a vikingekről majdnem ugyanazt tudjuk, mint az arabokról. És már ha a kettőt párhuzamosan olvasjuk, már biztos, hogy vakarjuk a fejünket. Tehát az, hogy ezek egyedet nem csinálnak, mi pusztítanak, felgyújtanak, lelombolnak, legyilkolnak, az ember eltűnődik, de már egy század eltelt, nem unják még, nem. Megint elindulnak, megint feldúlnak, megint fölégetnek, és itt. Na most, második világháború után, ilyen szőnyegbombázások és egyéb kellemes dolgok voltak, nem vikingek, amerikaiak csinálták, meg angolok, de az lényeg az, hogy utána elég tág tere nyílt a feltárásoknak. Hát nálunk is tudjuk, a budai várban akkor kezdődtek el a komolyabb ásatások, tehát lényeg az, hogy elindultak ilyen nagy városföltárások, például Köln. Na most fölkészül ugye a régész, miből készül? Vita Karoli természetesen, meg az annál lesz, és akkor hallja, hogy Kölnnél ekkor és ekkor, természetesen ebben az időszakba esik az egész viking dúlás és hozkogatás. A vikingek már megint megjelentek Kölnnél, és fölégették, és porigégették, és nem tudom én hány hulla is legyenek. Na most hát keresünk legalább egy elszenesedett kis fogpiszkálat. Nem többet, egy kis ekkora fogpiszkálat. Nincs. Nincs, nyoma sincs semmiféle földolásnak. Akkor keresünk a másik városnál, Paderbornnál, a harmadiknál, tehát amiket emlegetnek. Mindegyiknél megtörtént, nyoma sincs. Nyoma sincs viking pusztításnak. Tehát tulajdonképpen a viking pusztítások ezekben a Viszrosz rajzfilmekben kezdődnek el, és onnantól kezdve kiverhetetlenek az ifjúság fejéből. Mire való egy viking, hogy dújjon, pusztítson? Tehát egyszerűen nincs
olyan nyilvánvaló esetekben, ahol részletesen leírják a pusztulás mértékét, semmi nyoma nincs semmiféle pusztításnak. Most egy várost fölégetnek, annak elég nyilvánvaló nyomai maradnak. Tehát az akárhogy planíroznak utána és építenek rá egy újabb várost, ott marad a nyoma. Átégett rétegek vannak. Nyoma sincs. Tehát a viking pusztítás, a vikingekkel mikor egyáltalán találkozunk, akkor éppen 911-ben, tehát ennek alapján javasolta Illing a 911-es évet, ahol újra kezdődik a történet. Egy viking vezér mondja, hogy ki egy Rollónak nevezett úr, kap egy birtokot, és mit csinálnak a vikingek? Egy, nem hajóznak, kettő, nem pusztítanak, három, akkor mit csinálnak? Földet művelnek. Érthető? És én ott a nyoma, tehát ennek tényleg megvan a nyoma. Tehát megint pontosan ugyanaz a hazugság áradat, nem tudom, hogy emlékeztet ez bennünket valamire. Kik azok, akik szintén beszáguldozzák Európát, mindenütt csak rabolnak, földgyűjtanak, és így tovább. Hát ez mi vagyunk. Érthető? Ugyanannyi alappal. Tehát minden esetre a viking kérdés nagyon érdekes kérdés, mert itt aztán a kizáró okok csőstől jönnek. Tehát megemlítve a város, föltárás megtörtént, nincs nyoma. Megint ugyanez, megint ugyanez. És végül van egy utolsó, amit már ma írtam be, miután itt egy tanulmányt végolvastam, és most tessék fogóckodni, ez a dákoromán kérdés. Most ez az a pillanat, ahol az ember kicsit bekeményít, és azt mondja, hogy ha nagyon sokan ülünk az ülepünkön, és várjuk ölvetett kézzel, hogy majd a németek ki fogják szedni a gesztenyét a tűzből, akkor úgy járunk, mint ahogy jártunk már is. Hogy annak a tanulmánynak, amire most hivatkozom, a címe egyébként Weisgerbernek hívják, egy ilyen egyszerű szép magyar neve van, tehát Weisgerber, és azt hiszem, hogy Kurtnak hívják, de nem biztos, mindjárt megnézem, nem is, Klaus. Klaus Weiss, két eszel, tehát Charles eszel, Weisgerber. Az a címe, hogy a magyar fantomkorhoz. Tehát már a magyar fantomkort tárgyalják. És bármilyen furcsán hangzik, ez a tanulmány így kezdődik. Das Kárpátenbecken. Hát eddig ilyet le nem írt német szerző. A Kárpát-medence. És ezzel kell, ez az első szava. Ez azt jelenti, hogy valami megváltozott a világban. Ugyanis eddig mindig körülírták. Tehát az, hogy magyar jó, azt persze nem ejti ki, hogyha nagyon muszáj előtte, utána szállja többit, de az, hogy a Kárpát-medence egyáltalán létezik, ez egy németnél, hát ez az önmegtagadásnak a csúcsa. És ráadásul olyat leír, most tényleg érdemes fogockodni, hogy tudnék az egész Illig elméletnek a kulcsa az a magyar krónikás hagyomány. Tehát itt lehet vizsgáztatni. Ez mit jelent? Ő egyetlen emlékünket vizsgál, a képes krónikát. És itt megint el kell mondanom, amit már Miskolcon elmondtam, hogy azért ez szégyenletes ám, hogy rólunk még a legértelmesedés mennyire alig tud valamit. És ami ennél még felháborító, semmiféle szégyenérzet nem mutatkozik. Érthető? Tehát tárgyalja a magyar krónikákat, és bevezetőben elmondja, hogy egyetlen egyet ismer a képes krónikát, a többit internetről tudja, hogy van, kézait, kivonatosan, internet. Most képzelhetjük-e, milyen hitele van egy internet kézai kivonatnak. Anonymusról hallott, de még nem sikerült megszereznie. Érthető? Tehát azért a német-német van. Szóval az, hogy mit vagyunk kéznyújtásnél, hogy mi beszélünk németül, nem is kell magyarul megtanulnia. Ennyi se. Így adnánk a kezét. Nem, bocsánat. Ő piszkos kézzel nyújtott könyvhöz nem jó. És inkább leírja, mert azért ő becsületes. Tehát tanult Illiktől, valószínűleg rá is parancsolt, hogy akkor viszont írd le, fiam. És leírja. Nem tudja a 20. század legvégén és a 21. század legelején, mai időszámításunk szerint, nem tudja beszerezni anonimuszt. Érted? És ez nem azt jelenti, hogy szerencsétlen német tudós, de ennyire béna van. Nem, hanem mi az a magyarok, a büdös lábán, nem népszerűsítik eléggé hatékonyan az emlékeinket. Tehát már megint nem ő a hibás, hanem mi vagyunk a hibás.
Ez csak érthető, ugye? Születési jogon csak is mi lehetünk hibásak. Ezt szokjuk meg. Tehát bármennyire is történtek lépések, azért itt meglehetősen gyászos a helyzet. Na most, ha egyetlen emlékünket viszont valaki ismeri, és azt tényleg eredeti, mert van faksimile kiadása. Tehát ő latin volt, ő tudnék latinul tud. Magyart nem tud megkeresni egy anonimus ügyben, de latinul kiválóan tud, sőt, görögöt eredetiből fordít. Ugye, az a könnyebb. Tehát minden esetre a tanulmányában a képes krónika alapján egy rendkívül érdekes időrendet állapít meg. Most ez már az utolsó tételünk, és egyszer is mind az egésznek már az utolsó tétele lesz, tehát ezen ugorjunk át, ami miatt említem, az a dákoromán elmélet. Ugyanis, ha én kivonom ezt a 300 évet, és a 614 után 911-et írok, akkor, és ezt tessék észrevenni, abban a pillanatban megjelenik a román. Abban a pillanatban. Ő hozzájuk begyűrűzik. Ide nem gyűrűzik be. Tehát nálunk jó zár a védelem. Érted? Ide be nem jön. 92 óta már megvan a fiktív kár. De ide nem gyűrűzik be. A román már szimaton, már tudja, hogy neki most kell lépnie, és lép. És beírják, hogy hát hiszen, ha ez a 300 év kimarad, hát akkor megvan a kontinuitás. Hát pont ez hiányzott nekünk. Késő római kor után már is jön a korai magyar kor, ott már emlegetik a valahokat. És akkor hát mégiscsak van kontinuitás, éjjel illig eltás. Tehát föl sem merül, hogy nem ott van a gond, hogy 614 és 911 közt mi történik, hanem ott van a gond, hogy a legrövidebb életű provincia volt Dácia provincia. Ennyi idő alatt nem lehet elrománosodni. Teljes képtelenség. Nincs rá mód. Ha csak nem veszik azt, hogy a román kettes meg a román hármas adó egyfolytában a latin nyelvet sugározta falura. Mert akkor esetleg meg lehet tanulni ennyi idő alatt. De egyébként teljes képtelenség. Ez senkit nem érdekel, hogy ott van a gondnak a góca. Tehát akkor ők kimutathatóan még a Balkánon vannak. Minden közbőső fázisa megvan az úgynevezett románság kialakulásának. De itt van a gond, hogy túl szűk volt az idő. Ott van a gond, hogy hol vannak ők még akkor. De remélem, fölfogjuk ennek a kérdésnek a súlyát. Abban a pillanatban, hogy van valami változás, ezek mint a hiénamánat vannak. És nehogy ezt tanuljuk el tőlük, de azt viszont el lehet tanulni, hogy tessék az igazságot a kellő időben kimondani. Mert ha mi nem mondjuk ki, azonnal átváltja a hamisságát, és azt, hogy azzal felküldtöl a világot. Minden esetre, ez nekem is meglepetés volt, bár barátom figyelmeztetett rá külföldre. Tehát, gyorsan vegyük számba, hogy milyen átszámítandó fontosabb dátumaink vannak. Tehát, én a következőt javaslom, a tapasztalatom azt mutatja, hogy nem 287 év, hanem kerek 300 év a korrekciós idő. Megvan a maga oka, hogy miért. Egyrészt elég körülményes dolog 297 éveket csúsztatni. Tehát itt majd látni fogjuk, hogy ha a mi történelmünkre átfordítjuk, bár pedig szemmel látható, hogyha Bizáncban is, meg Kölnben is, meg Rómában is összehangoltan hamisítják a történelmet, annak a tétje csak itt lehet a Kárpát-medencében. Mert ha ezeket összekötöm egymással, annak a központja itt van a Kárpát-medencében. Tehát aminek az érdekében folyik, az nyilvánvalóan itt van. Tehát, vegyük időrendi sorrendbe. A 895-ös Árpád-féle honfoglalás 300 évvel korábbra 595-re kerül. És ez azért döbbenetes, mert pontosan megegyezik az első arab honfoglalással. És ezt már nem is kell nekem, ezt még annak idején Miskolcon úgy adtam elő, mint amilyen zseniális vagyok, mert ugye ki tudtam számítani. Ez egyébként egy aránylag egyszerű kivonási művelet. De azóta már megjelent. Tehát ebben az előbb idézett tanulmányban Weisberger úr
szépen veszi a lovarrécet, számol, tologat ide-oda, és gyönyörűen ugyanezeket a összefüggéseket kimutatja. Tehát az, hogy a magyar honfoglalás az pontosan egybeesik azzal, amit mi avar honfoglalásnak nevezünk. Ennek tényleg megvannak a régészeti bizonyítékai, megvannak a rá vonatkozó írásos anyagok is, és feltűnően hasonlítanak az adatok arra, ami aztán később megint megismétlődik. Tehát általában ez a 300 év úgy zajlik le, hogy az elején is van egy esemény, meg a végén is van az esemény, és a kettő feltűnően emlékeztet egymásra. Tehát olyan, mint az a bizonyos hadi vers, amit Karin tűnt, hogy maga megbolondult, hogy minden kétszer mond, mert minden esemény kétszer szerepel. És feltűnően azonos módon. Tehát minden esetre ebben a tanulmányban ezt már pontosítja Weisberger, és méghozzá úgy, hogy a képes krónikát komolyan veszi. A képes krónikát mi állandóan emlegetjük, és soha nem veszük komolyan. Ez számomra is döbbenetes volt, hogy egy német történésznek kell figyelmeztetni arra, hogy a képes krónika teljesen hiteles időrend, sőt, ez az egyetlen hiteles jelenleg az európai eredeti időszámításra vonatkozóan. És pontról pontra kimutatja. Na most ez azt jelenti, hogy tessék megint fogockodni, nem két honfoglalás van, hanem három. Ő pontosan ismeri a László Gyula-féle kettős honfoglalást, pontosan tudja, de nem is lehet nem tudni, hiszen a krónikáink általában két ingresszusról, két bejövetelről beszélnek, a képes krónika is. Van a primus ingressus, az első bejövetel, és ez még a hunokra értendő. És van a secundus ingressus, ez pedig az árpádi honfoglalás. Na most ő nagyon finom, egyenes idézetek segítségével lefolytatott bizonyítás során kimutatja, hogy a képes krónika három honfoglalásról tud. És a szövegekből, ahogyan olva, tényleg ez derül ki. Szégyen gyalázat, hogy ez bizony nekünk nem jutott eszünkbe. Az első, és megmondja a képes krónika. Egészen fontos időadatokat mond, amit mi így söprünk le az asztalról. Miért? Azért, mert ugye 300 év, ugye ez most közben van iktatva. És akkor most ugye rájöttünk, hogy ez más miatt is jó ez a 300 év. Nem csak arra jó, hogy ahol eddig nem volt ősi-hősi múlt, azt most meg lehet írni ebben a 300 évben. Hanem arra is jó, hogy ahol viszont volt ősi-hősi múlt, ott azt szét lehet nyomni, és ezzel egy tényleges kontinuitást meg lehet szüntetni. És ezért nem tud összeérni Attila Álmossal. Mert a krónikák egyfolytának öt generációról írnak. Leírja pontosan. Attila fia Csaba volt, Csaba fia volt Ed, Ednek volt a fia Ügyek, Ügyeknek volt a fia Előd, és Elődnek volt a fia Álmos. Öt generáció. Beszorozzuk az átlagos 30-szal, akkor pontosan azt kapjuk meg, hogy meghal 453 Attila, és akkor 595-ben itt vannak Álmosék. De mert azt a 300 évet közbeékelték, ezért egy magára valamit adó történés sehol a világon nem fogadhatja el a krónikáinkat hiteles beszámolónak. Miért? Hát azért, mert túl rövid az idő. Érthető? Tehát azt kell mondja az ember, hogy zseniális, ha egyáltalán gonoszságra lehet ilyet mondani. Szóval úgy van megtervezve, hogy minimum két legyet üt egy csapásra, egyszer csinál ott, ahol nem volt egy szakrális fejedelemséget, ugyanis nem érik rám kevéssel, Nagy Károlyból szentet csinálnak. Tudjuk, hogy ebben a 300 évben Nagy Károly már szent is lett. És ezt a szentségét Barbarossa Frigyes meg is erősítette egy általa kreált ellenpápával. És volt fölszentelve is a tiszteletre, éppen itt Ingelheimban. Még azt is elérte, hogy a tiszteletére fölszenteltek egy monostort. Pontosan egy monostor templomot. Tehát nem árt, ha tudjuk, hogy egy ideig bizony Nagy Károlyt, mint szentet próbálták bevezetni, aztán nem sikerült. Végül is miért nem, ezt részletez írjuk, de most nem tartozik ide. Tehát ahol nem volt szakrális királyság és ennek megfelelő személy, ott csináltak. Ahol meg volt, ott ezt megszüntették. Mert ha valahol volt tényleg szakrális királyság, hát az nálunk volt. És az tudottan szakrális volt. Tehát még Anonymus úgy írja le Álmost,
aki ennek a második megjelenése a történelemben. Az első, hogy Attila volt. És még úgy írja le, hogy Almus id est sanctus. Szó szerint idéztem, tehát álmos, azaz, hogy szent. Tehát ő még az álmos kifejezést ezzel magyarázza, hogy szent. Tehát nagyon lényeges dolog, nem mi találjuk ki ma, hogy szentként tisztelt személy volt Álmos. Tehát egy olyan dinasztia indult útjára Álmossal, amelyik az első tagjában, amelyik Attila volt, egy egész világ számára meghatározó jelentőségű, tényleges karizmatikus alakzat volt, és aki elindította konkrétan az Árpád házat, az Álmos volt, nem Árpád. Az pedig szent volt. Tehát ezt történetesen Bakai Kornél nagyon jól látta, talán emlékszünk még rá, ezért is helyezte a koronára, tehát a szándékával nem volt baj, és jól is idézett, tehát szóval most tényleg szent volt, a maga korában így tiszteli, más kérdés, a koronához való kapcsolata abszolút nem bizonyított feltételezés. No, tehát a következő, a kettes szám, az az 1001-es dátum. Most az 1001-es dátumot mi egyfolytában úgy tanuljuk, mint egy dinasztia indulását. Miért? Azért, mert ezt tanuljuk úgy, mint Szent István koronázásának a dátumát. Az, hogy aztán melyik időszakában volt, tehát az előző év karácsonyán volt, vagy 1001 karácsony, ez egy külön téma. 1001. Na most számoljunk vissza 300 évet. És akkor melyik az a dátum, ami ide kerül? Pont az Árpád ház kihalása. Érthető? 1301-ben hal ki az Árpád ház. Ha 300 évet kivon, hova kerül? 1001-ben. Tehát ez azt jelenti, hogy 1001-es év nem attól fontos, mert Szent István megkoronázták, hanem azért, mert az az uralkodó ház halt ki, tehát került át manifest állapotból látens állapotba, amely még Jézussal indul útjára. Ez azért első évezet. És ennek a záró mozzanata az Árpád ház kihalása, nem Szent István megkoronázása, az 701. Sőt, már látni fogjuk, azon is kollégálni kell. Tehát nagyon fontos tételről van szó, egy 1000 éves birodalomnak van vége az Árpád ház kihalásával. És ez a birodalom, ez Jézussal indul. Az ő születésével. Most a harmadik tétel, az dekanátus határok. Hát itt tényleg elég hátborzongató a dolog, ugyanis azt tudjuk, hogy 720 évenként van dekanátus határ. Tehát 2160 év kerekítve egy világhónap. Ez csillagászati tény, ez nem olyan, hogy most én asztrál mítoszi rendszert erőltetek rá a történelembe. Ez attól függetlenül, hogy az illető szolgaként éli, meg úrként mindenképpen világhónapokban számolható az emberi történelem. Na most, ha én Jézus születésével indítom a halak korszakát, akkor tudjuk, hogy a világhónapokban mindig a faruknál megyünk be. Tehát a végüknél. Tehát a három dekanátus közül nem a halak dekanátus fogja indítani, hanem a skorpió dekanátus. Ez tart 720-ig, ez színezi át az alapvető halak tulajdonságokat. Utána még mindig nem a halak tulajdonságot kapjuk tisztán, hanem a rák tulajdonságok színezik át. És 1440-ben vált át a tiszta halak tulajdonságra, amikortól kezdve a meghatározó, mindig tudjuk, hogy a túloldal mindig a meghatározó, a testiség szintjén, tehát a tényleges megvalósulás szintjén. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem az első 720 évben a Földből olyan, hogy már árulkodó nyomokat kell találnom, de meghatározó az a bika tulajdonság. Oké, miért? Azért, mert skorpió jellegű a kor. Annak a megvalósulás az anyagi világ szintjén az a bika tulajdonság. Tehát mit fogok kapni, mint jellemző lelet típust? Kincslelet, kincslelet hátán. Tehát ezt az első 720 évet mi a kincsleletek alapján tudjuk tovább ragozni. Utána bekövetkezik 720-szal egy drámai váltás, és az 1440-ig tart. Csak egy a gond, hogy ez a 720 innentől kezdve 1020-ra tevődik a mai időszámítás szerint.
még valami, hát az 1440-es év. Tehát a második menet ugye a ráknak a tulajdonsága, a szellemiség terén, testiség terén a bak. Tehát milyen emlékeink lesznek? Épített emlékek. Tehát ez a bizonyos második dekanátus, ez az emlékeink terén épület hátán. Minden más műfaj csak az épületen keresztül érvényesül. Ha plasztika, épület plasztika, ha festmény, akkor épület festmény, és itt a misita. És ez tart 1440-ig. Na de mikor van ez az 1440? Mai időszámítás szerint. 1740. És mindig egyet adjunk hozzá, mert tudjuk, ez az egy le volt csalva Jézus születésénél. Tehát ezért 1001-re kerül az a dátum, ugye, ami a Árpádház kihalása. 1741-ben mi történik? Halak dekanátusa indul el, ami azt jelenti, hogy keményen halak tendencia. És ennek a testi megvalósulása kemény szűz tendencia. Egy szűznek úgy kell megjelenni, hogy Mária Terézia koronázása, könyörgöm. Tehát itt megjelenik a nő, megjelenik a racionalitás, megjelenik a felvilágosult abszolutizmus, és így tovább. De ez nem elég, hanem ugyanakkor megjelenik a keleti szomszédunknál ugyancsak a nőuralom. Tehát megjelenik az egy első Katalin, utána megjelenik a második Katalin, és ezzel elindul egy olyan romboló folyamat, aminek tulajdonképpen mai napig benne vagyunk a sorában. Na most ez, amikor már a szűz tényleg gátlástalanul tombol a világban, ez a mai napig is tart, mert most mi tulajdonképpen 1701-ben vagyunk. Tehát amikor ezt először elmeséltem egy vonatutazás alkalmával Szánta Jajos barátunknak, akkor neki egyetlen mondata volt rá, hogy nyertünk 300 évet. Ez nagyon fontos tétel, vigyázzat, mert ez kegyelmi ajándék. Tehát ez alatt, most vagy ez alatt megjön az eszünk, vagy akkor tényleg lőttek az emberiségnek. Mert ne felejtsük el, ma is azzal, elnézést a kifejezésért, csak rövid kezdésén kedvén mondom, azzal hülyítenek bennünket, hogy ó, már nincs semmi gond, mert már a vízön több átmentünk. Nem tudom, ismerjük, az egész New Age őrületnek ez az alapja. Érted? Nem, hogy nem mentünk át, hanem még a halaknak is egy jó tetemes része, majdnem a fel hátra van. A negyedik, 1440-ben koronalopás történik, ugye tudjuk, a mai időszámítás szerint. Na most ez visszacsúszik 1140-re. És itt valóban van a képes krónikában, ábrázoláson egy korona menekítés. Viszik lóháton a koronát, amivel eddig nem tudtunk mit kezdeni. Tehát úgy látszik, ezek az allergikus pontok, ezek úgy működnek, hogy a 300 év kihúzása után is megmaradnak jelzőértékként. És ennek talán a legszebb példája ez a következő lesz, a magyar történelemnek a legnagyobb csapása, tehát ami tényleg megsemmisítő jellegű volt, az nem Trianon volt. Nem is 1945 volt, hanem 1541, amikor Buda elesett. Tehát ehhez képest semmi az 1526-os Mohácsi rész. Utána még két hadsereg érintetlenül maradt, még a harckészség megvolt, még minden megvolt. 1541 után elesett a központ, három részre szakadt az ország, végleg meghúzták ezeket a határokat, ezek már csak módosultak, de a három részre szakadtság az egészen Buda, tehát 1686-ig, illetve valamivel későbbig fönnállt. Tehát 1541, most kaptunk rá jelzést előre vagy nem? 300 évet visszapergetünk, és mit kapunk? 1241, mi történt? Új csata. Tehát a tatárdulás. Tehát ha én ezekkel a 300 évekkel, és ami észrevettük nyilván, ez mindegyik egyessel végződött. Tehát nem 1540, hanem 1541. Visszavetítve 1241. Tehát úgy látszik, hogy működik ez a 300-as rendszer. Na most... Igen, még egyet talán, és akkor nem is erőltetem. Szóval 1790-ben mi történik? 1790-ben kicserélik a képeket a Magyar Szent Koronán. Tehát ez az a pillanat, amikor visszakerül a
Magyar Szent Korona II. József halála előtt közvetlenül, és az eddigi a legvalószínűbb jelzések szerint közvetlenül előtte történnek a képcserék. Mindenesetre amikor visszakerült, akkor már ez a megváltozott képrend. 1790-ben válik ki nyilvánossá az, hogy itt kicseréltek képeket a Szent Koronán. Tehát egy szakrális tartalom, egy üdvtörténeti jellegű tartalom, napi politikai tartalommá aljasodott le. Ennél nagyobbat nem lehet zuhanni. Na most ennek mi felel meg, ha elkezdjük visszavetíteni. 1490. És itt most nullás dátumokban. Mi történt 1490-ben? Meghalt Mátyás király. Tehát valami lezárult. A Magyar Szent Koronának az a hatékonysága, ami megvolt a teljes eredeti képrend esetén, ez kétségtelenül nem működik ma. Ez nem azt jelenti, hogy a Szent Korona nem működik egyáltalán, hanem azt jelenti, hogy bizonyos vonatkozásokban gyengült, illetve átprogramozódott. És ez a magyar történelem 1490-nel áll. Tehát amit 1490-ig nem tudott elmenteni az örökké valóságnak Mátyás király, az azóta már elpusztult. Tehát a második fele az uralkodásának, ahogy azt számta el, és nagyon szépen és részletesen ki szokta fejteni, az tulajdonképpen egyetlen nagy menekítés. Elzárni csapokat, ami tényleges értéket megvalósult, anyagba fogalmazott, azt valahogy úgy elrejteni, hogy amikor majd a megfelelő idő eljön, akkor újra elő lehető legyen. De az utolsó, amióta ezzel nem akarom minősíteni, milyen hölgyel összeházasodott, azóta egyetlen hatalmas értékmentés a tevékeny. Semmi más nem fontos számára. Akik ebben akadályozzák, azokat azonnal félresöpri az útjából. És nagyon úgy néz ki, ez megint számfejlősnek a felismerése, hogy ebben kulcs szerepet a pálosok játszották. Tehát egyedül az volt az a testület, amelyik egyenes ági örököse az ősvallásunknak, ennek biztosított törvényes kereteket a judeokereszténység nagyobb áramlatában, nem lehetett kitiltani, mert elismertette magát, és ugyanakkor az összes ősvallási elemet meg tudta őrizni. De ekkor mindez a föld alá került. Tehát a legjobb helyre, mert azóta, ami történik, ott akkor már tényleg a legjobb helye föld alá. Tehát ennyit az átprogramozott dátumokról, és akkor most a leges-leges legutolsó tétel, az pedig így szól, hogy a tanulságok. Hát érdekes módon az első számú tanulság, nem lesz sok. Az első számú tanulság az még Miskolcon úgy fogalmazódott, hogy az elmélet abszolút hiánya a Kárpát-medence. Tehát augusztusban ez még így volt igaz, ha már nem igaz. Nem igaz, mert ebben a tanulmányban egyértelmű, hogy a Kárpát-medence már főszerepet játszik, és ez a Weisberger, ez egy nagy kötetet készít most elő, aminek ez tulajdonképpen egy mutatványa. Tehát már ő maga rájött, hogy kulcs szerepe van a Kárpát-medencének, és ha fogcsikorgatva, de bizony leírja, hogy és ebben a magyarságnak. Úgyhogy most már azt hiszem ideje lesz nekünk is egy kicsit hozzányúlni a dolhoz, mert ezt most már nem lehet tovább hagyni, hogy mindent, amit ott kikaparnak, az azonnal a román hasznosítja a maga kifejezetten hazug származás elmélete megtámogatására. Tehát bármennyire is nagy lelkű az ember, azért egészen idiótának nem kell lenni. Tehát más dolog. Az idiotizmus és más dolog a nagy lelkűség. Na most, ezt is megbeszéltük, a második, a szlávosodás szerepe az időcsúsztatásban rendkívül fontos, alapvetően fontos. Tehát a tanulságok a szláv kérdést újra minden vonatkozásban hangsúlyozom, minden nyelvi, történeti, régészeti, minden vonatkozásban újra kell tárgyalni. Nem járunk töretlen úton, már László Gyula figyelmeztetett rá, hogy nincs szláv régészet. Mert fölvetették neki annak idején, mikor még szláv uralom volt Magyarországon, legalábbis hivatalosan. Tehát hogy miért nem szentelt nagyobb teret a népvándorlási művészete Magyarországon című kötetében a szláv régészeti hagyatéknak. És akkor nagyon nyersen közölt, egyszerűen azért, mert nincs miről beszélni. Ezzel együtt megirattak vele egy fejezetet, ami feltűnően a legrövidebb, és gyakorlatilag semmilyen tényt nem tud felmutatni. Csak vélekedésekről, nem a sajátjáról, hanem kollégáinak vélekedéséről tud beszámolni.
De hát nyelvészetileg természetesen ugyanígy újra kell tárgyalni, és itt nem lehet majd elküsködni. Tehát innentől kezdve már azt a tételt kell nagyon komolyan venni, hogy aki a hazugsággal tartósan együttműködik, az kollaboránsnak számít, azt úgy is kell kezelni. És itt most már fölismerhető igazságokkal van dolgozni. A következő, a valódi kontinuitás helyett áll kontinuitás. Ha valaki egyáltalán jegyzete, ezt az egy szót, vagy ezt az egy mondatot írja. Tehát az egésznek itt van a kulcsa. Ezt ne várjuk Illiktől, mert Illik tényleg rendkívüli teljesítő, ilyet ő nem mondhat ki. Tehát ahol nincs valódi kontinuitás, ott csinál helyette egy állkontinuitást. És párhuzamosan ezzel megszüntet egy valódi kontinuitást. Szétnyom. Na most utolsó pontja ennek a bizonyos utolsó fejezetnek az, hogy nagyon ne keseredjünk azért el. Most nem csak azért, mert íme a bizonyság, hogy nagyobbat is lehet hazudni annál, mint amiket nekünk hazudnak naponta. Tehát azért ez nem a népszabadság nagyságrendje, ezt gondolom észrevettük. Tehát ha már egyáltalán ez a narancsnak a nagyságrendje, de azért még annál is profik. Szóval azok nem profik, azok egyszerűen mocskolódnak. Ezek azért profi módon csinálják. Szóval itt az ember néha szinte úgy beleborsódott, hogy egyszer hát azért mennyit kellett ezen kotlani. Ez azért nem olyan magától értett, ez részleteiben is ki van dolgozva. De azért gondoljuk el, hát ők nem pancserekkel számoltak, a mai átlag lakossága a Földnek pancserek sorozata. Egy vagon majom, ahogy szoktuk mondani. Hát ne haragudjunk, a világnak el lehet azt adni, amit ma az amerikai népnek eladnak, hát akkor tényleg elmajmosodott a világ. Tehát itt nem ilyen fajta emberekkel kellett akkor még számolni, hanem viszonylag még önállóan gondolkodó, és hát hagyományokat azért tiszteletben is tartó emberekkel. És be lehetett adni nekik. Tehát az azt jelenti, ahogy le is vezet ugye Illik a második kötetében, hogy azért azt se felejtsük el, hogy itt egy ilyen jellegű időszámítás kizárólag kolostori rendszerben működött. Tehát nekik egy kolostori hálózatot kellett kézben tartani. Arról pedig tudjuk, hogy kézben is tartották. Tehát azért volt olyan rettenetesen fontos, hogy eretnekség ne legyen. Miért? Nem tudja ellenőrizni. Hát ott még hiteles adatok is bekerülhetnek a köztudatba. De egy engedélyezett, hogy mondjam csak, szerzetesi rendszeren belül csak adagolt adatok kerülhettek be a tudatba. Érthető? Tehát amit az érdek diktált, az került be az írott úgynevezett forrásokba, mert azok ettől kezdve lettek források. És ezért van az, hogy mennyire végrehajtható volt, nagyon is végrehajtható volt. Csak egy vakfegyelem kellett hozzá, mert ha valaki egyszer elszólta magát, hát azt azonnal likvidálni kellett. Még nagyon nem is szólhatta, mert a cella az eléggé jól zárható, és ezeket hogy nem nagyon engedték ki. Tehát pontosan ezeket a másoló barátokat, hogy megtisztelték, de maradjon benne a cellába. Ne sétafikáljon, az a másik, az a korduló. Az fecseket, amit akar. Tehát az utolsó, mondom, ilyen pont az biztatna. Tehát tulajdonképpen nem mi vagyunk az egyetlen vesztesei ennek a hazugságáradatnak, talán nem is a legtragikusabb nálunk a helyzet, de ugyanakkor az egész benne van egy egyszerre kozmikus és egyszerre ütötörténeti rendszerben. És ez pedig azt jelenti, hogy a halagszűz tengely szerepét azt hiszem nem értékeljük eléggé. Tehát mi Jézus születésével bementünk egy tengelybe. Most ez a tengely, ez egy kozmikus tengely. Ez pontosan derékszögben van a saját tejútrendszerünkre, és ezért mint tengelyt haláltengelynek nevezzük. De nem veszük komolyan. Miért? Mert ez az előadó happy-e. Ugye neki az a happy-e, hogy ez a tengely, ez haláltengely. Mert ő biztos nem szereti a szüzet, nem tudom miért ne szeretném, vagy a halakat, fél tőlük, mit tudom én. Tehát valami miatt
nem szereti, szó sincs semmi szeretetről, nem szeretetről, ez tényleg haláltenger. Tehát ebbe besétálni nem lehet következmények nélkül. Most ennek van egy olyan következmény, amit egyszerűen nem veszünk komolyan, vagy egyáltalán föl se ismerünk. Ez pedig micsoda? Az, hogy a testi fizikai megvalósulás síkján egyre fokozódó jelentőséget nyer a szűz tulajdonság. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amit dokumentálni tudok, az van. Amit nem tudok dokumentálni, az nincs. Tehát nem a tett maga számít, hanem az a dokumentum, az a bizonyíték, ami tanúsítja, hogy a tett megtett tett. Érthető? Remélem. Na most ennek viszont van egy nagy veszély, ami ennek a kornak a sajátja. Előtte nem jelenik meg, és hál' Istennek már nem sokat kell hurcolni. 300 év ide-oda már sem. Tehát ennek a következő a lényege. Ha én tudom, hogy nem a tett a fontos, hanem a bizonyíték, akkor én elkezdhetek bizonyítékot is gyártani. Miért? Mert bizonyítékot könnyebb gyártani, mint tettet. Most ez a veszély, ez korábban nem működött. Mert ez ennek a kornak a sajátja. Ez a haláltengernek az egyik legfontosabb megnyilvánulási módja. És ennek a következő konkrét megnyilatkozásai vannak. Az első talán legnyilvánvalóbb az, hogy az igazságot minden tekintetben kezdi kiszorítani a bizonyíthatóság. Tehát ez azt jelenti, hogy ma már az ember-ember közötti kapcsolatokról, mint mérce, vagy kapcsolatokban, mint mérce, föl sem merül az igazság. Csak a bizonyíthatóság. Tehát ilyen már nincs is, hogy igazságszolgáltatás. Erről már itt beszélgettünk. Jogszolgáltatás van. Igazságról egyáltalán nem is beszélünk, de tudományos tételekben sem. Tudom bizonyítani, vagy nem tudom bizonyítani. Föl sem merül, hogy ennek elvileg semmi köze nincs az igazsághoz. Ez a bizonyíthatóság. De annyira megszoktuk, hogy az igazságot bizonyítás sorozattal közelítjük meg, hogy egyszer csak azt mondja az ember, bolond vagyok én még mindig az igazsággal foglalkozni. Hát nem sokkal egyszerű. Itt leülök és csinálok bizonyítékokat. Érthető? Leforgatok egy filmet valamelyik hétvégén mondjuk a soroksári Dunaágban. Ha elég jól leforgatom, utána eladom a televízióban, mint az öbölháborúról készült helyi dokumentáció. Érthető? Ha minek menjek én ki oda? Még esetleg lőnek is. Lehet, hogy nincs is ott hábom, ki tudja. Így viszont lett egy hír. Most itt nagyon lényeges a kérdés, mert a második menetben, tehát ha az igazság a bizonyíthatósággal kiszorítható, ez nem kicsi dolog. Mert bizonyítékot mindig könnyebb gyártani. De a második lépésben a tudás kiszorítható jó értesültséggel. Tehát azt jelenti, hogy senkit már igazi tudásról nem beszél. Napra készen vagy informálva, vagy nem. De ez nem érdekes. Mi az, hogy tudás? Mi a definiált, hogy tudás? Jó értes, ez igen. Hallgattad tegnap a Kossuth Rádiót? Igen, olvastad még szabadságvezetés cikket? Igen, na még a Regnum Imperiumot is, igen, Sacrum Imperium, bocsánat. Ez már pontatlan volt az információ. Hát akkor jól informáltatok. Még a garancsot is, hát akkor nagyon jó. Tehát tudást kiszorítja a jól értesültség. Harmadik, a tényeket kiszorítják a hírek. Mi ezt annyira magától értetődőnek vesszük, hogy én minden alkalommal külön dűrohamokat kapok. Azt mondja, láttad? Mit láttam? Hát ahogy neki ment a gép, minek? Annak a két, igen, tényleg? Miért te láttad? Hát persze, hát egyenes, mit láttál? Hát az egyenes mit? Hát a közvetítés tényleg, azt hittem a filmről beszélni. Hát te végül a hírről beszél. És egyfolytában úgy tesz, mintha tényekről beszélne. Föl se tűnik neki. Hát itt végig a hírekről volt szó. Most melyiket könnyebb gyártani? Híreket vagy tényeket? Tehát nem tudom, észrevehető, hogy folyamást ugyanarról van szó. Ez egy tendencia, ez ennek a kornak az alaptendenciája. Amiket pedig én itt nekükönlelek, ezek tünetek. De ezek nem voltak 2000 évvel ezelőtt, és nem lesznek, hála jó Istennek, már 500 év múlva se.
Tehát ez egy olyan fertőzés, amit az emberiség, ha egyáltalán túléli, akkor immunisan fog belőle kikerülni. Nem lesz érdemes tovább hazudni. Érthetően van még érdemes. Tehát azt mondja, hogy az utolsóhoz érkeztünk, és ezzel gyakorlatilag be is zárhatjuk, ugyanis az egész kérdéskörnek itt van az egyik kulcsa, és ezzel én visszautalok az első itteni előadásra is. Tehát az úgynevezett finugoros történet kérdéseire. Ugyanis erre én is csak a menet közben döbbentem rá, hogy nyelvet könnyebb készíteni, mint népet. Tehát a népeket szépen kiszorítják a nyelvek. Ez bizony nagyon lényeges dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy mi az ókorra vonatkozóan gyakorlatilag csak nyelvekkel rendelkezünk. És ezeknek a nyelveknek mi megfeleltetünk népeket. És elfelejtjük, hogy nyelveket lehet ám gyártani, nem csak úgy, ahogyan mondjuk egy makedón nyelvet gyártott a nagy Jugoszlávia annak idején. Érthető? Ugyanis a makedonokról mindenki tudta, hogy bulgárról beszélnek. Na most én Bulgáriában hallottam a hírt, és elég elkeseredetten magyarázta egy ottani történész professzor, hogy vegyük már észre, hogy itt most nyelvkészítés ürügyén népet csinálnak. Miért? Hogy ne tudják fölismerni, hogy ők virtigli bolgárok. Miért? Azért, mert nekik is volt trianonjuk, bulgároknak. Csak egy kicsit korábban volt. De ne felejtsük el, Dobrudzsa attól lett román, mert egyszerűen kiirtották onnan a bulgárokat. A törököket is. De a bulgárokat. De úgy, hogy nem úgy, ahogy Erdélyben a magyarokat, hanem nagyobb tételekben. De egész fontos adatok vannak róla. Tehát egyszer ne tudjuk meg, hogy milyen az, amikor egy román egy bulgárt írt ki. Mert etnikailag megtisztította Dobrudzsát. Most Dobrudzsa soha nem tartozott Romániához. De oda csatolták, kit érdekel. Tehát a bulgár tudós, ez most már tényleg a legvége, egyszerűen elmondta, azt mondja, Makedónia annyira bulgár még ma is, hogy bármelyik pillanatban, ha egyszer egy szövetségi köztársaság Jugoszlávia, mert ugye szövetséginek volt kikiáltva, szóval bármikor egy picit lazul a gyeplő, egyszerűen bejelenti az elszakadását. És akkor nem áll meg ennél, hogy önálló lesz, hanem azt mondja, hogy hát mi bulgárok vagyunk, szeretnénk Bulgáriához csatlakozni. De ugyanaz, ami Erdélynél veszély. Ugye nem Erdélyt fogják kikiáltani, hanem azt mondják, hogy elnézést, mi mindig is Magyarországhoz tartoztunk. Hát most itt játsszuk meg itt az agyunkat. Tehát minden esetre a következőt találták ki a jugók, megcsinálták a makedón nyelvet. Most hogy csinálok makedón nyelvet? Előbb van irodalom, és aztán majd csak fogja ezt beszélni valaki. Miért? Mert az irodalmat lehet kivinni könyvkiállításokra, világos? Senki nem fog elmenni Makedóniába, először be se engedjük. Másodszor nem fog elmenni oda, hogy ellenőrizni, hogy egyáltalán ezt a nyelvet beszéli valaki. És ez nem elég, újságot indítottak el. A makedón szemle, vagy nem tudom, hírharang, vagy egyéb, és ahol már újság is van, hát újság hetente. Hát akkor ezt a nyelvet valakik beszélik, nem? Van irodalma, hát ezek szerint kell legyen írója, hát akkor legalább az az író, meg az az újságíró, akkor biztos makedón, nem? Tehát az aljasságnak tényleg nincs határa. Nyelveket lehet csinálni, akár lombikban, akár ma már számítógéppel órák alatt, teljes szótári készletet, és majd csak lesz hozzá nép. Csak majd csak el tudom hitetni a világgal, hogy van egy ilyen nép. Ugyanis visszamenőleg mai napig nem tudjuk, hogy hogy lett a bulgár törökökből szláv bulgár. Mai napig nem tudjuk. Maguk a bulgárok se tudják. És az első nyelvemlékeik teljesen egyértelműen bulgár török nyelven vannak. Olvassák őket, jól lehet érteni őket. Na most, miután nem volt rádió, televízió, se meggyőzésnek egyéb demokratikus eszközei, tehát lehetetlen, hogy annyi idő alatt, mint ahogyan Omurtág megjelenik a Balkánon, török nyelven, török etnikummal, és amikor az első állítólag már szláv
bulgár törzsek megjelennek, hát a kettő között még évszázad se telik el. Hogy oldották meg? Tehát itt teljesen nyilvánvalóan olyan átverésnek vagyunk áldozatai, aminek a kulcsa az, hogy egyszerűbb a dokumentumot létrehozni, mint a valóságot, ami a dokumentumban megjelenik. Tehát érdemesebb a dokumentum révén az érdekeinket érvényesíteni, és ez történik. Na hát ennyit vigasztalásról, gondolom elég sovány volt a vigaszt. A befejezésnek pedig csak annyit, hogy ahogy említettem, ez tényleg perdöntően fontos tétel. Tehát egy szabályos földindulásnak vagyunk a tanúi, az európai történetírás, ami ott egyáltalán tollat ragadtak azért, hogy megmagyarázzák nekünk, kik vagyunk, honnan jöttünk és mit akarunk, mert ez tulajdonképpen erre találódott ki. Azóta ekkora válságot még nem ért át. Tovább nem lehet elhallgatni, ez is teljesen nyilvánvaló, és nagyon időszerű, hogy mi is elkezdjünk ebben a kérdéskorban, és ma alkotó módon részt venni, mert a veszélyek elég nagyok. A gyakorlat ott tart, hogy mi Miskolcon már minden dátum mellé zárójelbe oda tesszük a valódi dátumot. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakit zavar a kérdés, eléje utána kérdőjelet tehet, nyugodtan meg lehet csinálni, senkit nem zavar vele, de már ezeket az adatokat nagyon komolyan kell venni. És lehetőleg ezeket az alapműveket azért most már jó lenne lefordítani magyarra, ez a következő lépés lesz. Én megköszönöm a szíves türelmet, figyelmet, ami nem tudom.